És mondjuk, ha nem vagyok mutolva, az is nagyon sokat segít, azt hallottam. De igazából csak technikai dolgokat mormoltam az orrom alá, szóval nem... Rá se ráncsatok, srácok. Azon tanakodtam, hogy vajon elindult-e YouTube stream, mert most új módon próbálom elindítani. El! Nagyon jó. Szóval hello, rosszatok, Sirius-ék, ez pedig nem más, mint a keddesti stream, amiről úgy volt egy nagyon-nagyon rövid ideig, hogy Medieval Dynasty lesz, és aztán úgy döntöttük, hogy kipróbáljuk a Palworld-öt, vagy whatever, a fegyveres Pokémont. Mármint, hogy így, szóval van ez a, úgy hiszem, ez szépen a 27 hónapot, nagyon király vagy. Egy pillanat. Újvi, nagyon szépen köszönöm a 44 hónapot. Pénteken véged lesz? Valamelyikünknek vége lesz pénteken, az biztos. De nagyon szépen köszönöm a 44 hónapot. Szóval... ez ilyen hirtelen felindulásból elkövetett videójátékozás. Tudtam, hogy rávesznek a kommunista Pikachu-ra. Így van, Diesel. De Diesel, te most nem vagy ilyen játszós állapotban, nem? Vagy igen? Vitózi Miklós, köszi szépen 21 hónapot. Mert amúgy szóval az van, hogy Diesel így kérdezte, hogy nem akarjuk-e majd valamikor együtt tolni, és egyébként abszolút adom. A mai cél az az, hogy így, hogy megnézzük, hogy egyáltalán mi történik benne, értitek? Tomiko volt. Ja, hát igen, az várható volt, hogy Ja. De akkor valamikor lehet, hogy összebeszélünk Dizzellel is. Most pedig kitaláljuk, hogy egyáltalán mi történik. Ugyanis jelenleg éppen egy minigunnal lövöldöző Pikachu klónt látok magam előtt. De nem is ez a lényeg, hanem... bárányokat látok gépfegyverekkel. És Lili, köszi szépen az 55 hónapot. Nagyon-nagyon király vagy. És így nehéz hova tenni. És akkor közben az interneten találtam róla content, találtam róla mindenféle tartalmat, alapvetően célzottan. Tehát láttam róla egy rövid videót, ahol is arra hívja fel a figyelmet a kedves tartalomgyártó, hogy el lehet benne kapni a gyűjtögető labdával embereket, és aztán fel lehet őket dolgozni kajának. Szóval teljesen őszinte leszek, srácok, tényleg nem tudom, mi az Isten történik. Kollégám szerint rendkívül addiktív, szóval elég óvatosan tessék belekezdeni. Idegesít, hogy fehér vagyok DC-n. Ja, a fehérekkel csak a baj van, azt hallottam. Káosz, igen, nekem káosznak... Nekem káosznak hangzik, úgyhogy mindjárt el is kezdjük egyébként, és megnézegetjük. Azon ritka pillanatok egyike egyébként, amikor nem kaptam a videójátékot, hanem vettem a videójátékot. Szóval... értitek. Ezt most itt így saját pénzből, vagy whatever. Oh, egy lámpa. Itt is az lesz, ami Minecraftban mindenki rabszolga lesz. Én abszolút tudom. Diktatúra, nyilvánvalóan. Oké, okay. Difficulty normálon szerintem jó, custom settingekre szerintem nincs szükségünk. Szirmai versus Nessai PvP már alakul, Avid meg szokás szerint túltolja. Ja, ahogy az lenni szokott. PvP, van a játékban? Ja igen, és benne van a Game Pass-ben. Tudom, hogy benne van a Game Pass-ben, tudom, hogy nem kellett volna megvenni egyébként. Anticube, köszi szépen a második hónapot, nagyon király vagy. Szóval, hogy ezt a részét abszolút tudom, ettől függetlenül, mivel csak 26 euró, ezért arra gondoltam, hogy ez így akkor belefér. Tehát, hogy... Én nem vagyok benne biztos, hogy van most Game Pass-em. Amúgy. Viszont, hogyha akarunk együtt játszani mondjuk Dizzellel, akkor valószínűleg sokkal jobb, hogyha megvan Steamen. Értitek, tudjátok. You know the drill. A kockás fűnyúl az részemről is. Oh, wow, na azok mondjuk izmok. Ó, Jézus Isten, de szeretnék ilyen izmokat. Oké, lehet csinálni kövér karaktert? Nem.
Nem, itt akármit is csinálunk, izmos lesz a karakterünk. Ó, oh, lehet csinálni kövér karaktert. That is thick. Oké, akkor tételezzük fel, hogy... hogy ez nem az, amit akarunk csinálni. Hátráljunk innen el jól, és aztán próbáljuk ezt meg még egyszer. Bár egyébként közben amúgy ilyen lufik lehetnénk. Ó, ez tényleg az Ark all over again. Az Arkban szórakoztunk mindig ezzel. Szia, Szefonde! Mi a helyzet? Hogy vagy? Mondanám, hogy 1000 éve nem láttalak, de valamikor láttalak az elmúlt időszakban. Oké, lépjünk ezen túl. Hogyan tudnánk egy kicsit... De az a baj, hogy nem csabik leszünk, hanem ilyen, értitek, ilyen eszeveszett turizmosak így is, úgy is. Tehát, hogy ilyen végtelenül izmosak leszünk, akármit is csinálunk. Férfi karakterre, hogy hát így néznek ki a férfi karakterek, szóval hogy azért nem gondolták túl, tehát hogy nyilvánvalóan mindegyiknek a teste ugyanolyan. Egyébként valami fura a férfi karakterek testében, by the way. Valamiért furán néz ki egyébként. Na mindegy, szóval hogy nekik van itt ilyenjük nekik. Ó, a leg az kisebb. Mi van, ha a leg is ugyanakkora? Aha, fura. Az van, hogyha a leg is ugyanakkora. Oké, mi van, ha nagyon soványak leszünk, ha már kövérek nem lehetünk? Tehát nem ilyen nagyon soványak, csak megfelelően alultápláltak ahhoz, hogy értitek, kapjunk kaját ingyen, hogyha esetleg valahol kérünk. Sajnos ez nem így működik a valóságban, de hogy... Oké, nézzük meg, mi az a legsoványabb, ami még... Oké, it's fine. Ezt a fejet viszont le kell cserélnünk, mert ez... Van valami kedves arc? Nincs. Azt hiszem nincsen kedves arc. Ennyit itt az elején volt, de túl nagy lett a feje. Az a lényeg. Szerintetek szakállas arcot kell választani ahhoz, hogy szakállasak legyünk? A sixpack mindenképpen meg akármit csinálunk egyébként, ez megmarad. Viki, nagyon szépen köszönöm a 16 hónapot. Nagyon király. Lányok kedvesek, a fiúk mogorvák. Igen, miért akarunk mi egyáltalán fiú karakterrel lenni, ha lehetnénk, értitek, nővel? Jó. Hát, I guess. A szívecskés szemek azok mindenféleképpen adják. Nem, szerintem szívecskések lesznek azok a... Vagy jelezhetnénk az erőszintünket így, de nyilvánvalóan szívecskések lesznek a szemeink. Rá se ráncsatok, szívecskések lesznek a szemeink. Na nézzük, mit tudunk csinálni a szemszínnel. A szemszínnel lényegesen több mindent, mint az arcunkkal. Látjátok, ahogy villognak a szívecskék? Úgy, nagyon jó. Úgy, ott a szembogár, és aztán visszarakja rá a szemünket. Az is valami. Én szerintem ez a sötét lila szem, ez pont tökéletes. Abszolút, ez tökéletes. A haj, a frizurát tekintve szerintem ez ennél nem lesz jobb. Tévedte Viktor. Livi, köszi szépen a 45 hónapot. Nagyon én király vagy. Ez egyre rosszabb. Te vagy már az egyre rosszabb. Oké, sajnos nekem ez a frizura tetszik. Vagy ez. Ezt a két opciót tudom felmutatni. Mint egy retkes puli. Bui. Az egy puli akar lenni? Na milyen hely... Oké, nekem ez a hajszín tetszik. Oké, ez fantasztikus. Ezt akartam is kérni, hogy... Jó, mamen! Oké, akkor erről nem beszélünk többet. Ezt a brightness-t egy kicsit visszább húzzuk. Negyedik utolsó előtti. 1, 2, 3, 4. Az annyira nem tetszett. Oké, nem akarom, hogy lila legyen a hajam. Csak ott hagytam véletlenül. Nem kell pánikba esni, srácok. Kikeverünk valami narancssárgát, oké?
Miért kell, hogy a szakállamnak más színe legyen? Mi történik itt, önmegvalósítás? Haver, ezt itt látod. Innentől elvesztettük ezt az önmegvalósítás részt. Tehát, hogy ezt itt látod? Én ilyet nem tudok, sajnos. Színészter kenyér, negyedik, az utolsó előtti... Ahogy utolsó előtti sorban, 1, 2, 3, 4. Az ugyanaz, mintha... Oké, okay, mindegy. Szóval, hogy erre gondoltál, nem? Oké, okay, az van, hogy nem tudok dönteni a két frizura között. Ó, ez is elég jó. Ebben nagyon tetszik, hogy belóg a szemünk elé. Az a helyzet, srácok, hogy ebben nagyon tetszik, hogy... Ha azt láttam volna, eszembe se jutott volna. Haver! Nincs pontom, de szavazás? Nem, nem szavazunk. Az a kérdés, hogy miért nem lehet beállítani a... Ó, hogy a szemöldök színével együtt fog majd beállítódni a szakállamnak a színe. Hát azt pont akartam is kérni, hogy mekkora flash lenne már, hogyha beállítódna a szakállam színe a szemöldököm színével együtt. Jó, akkor most is szemre próbáljuk. Oké, két megoldásunk van egyébként. Kettő megoldásunk van. Az egyik az az, hogy valami kategórikusan elütő színt választunk. A másik az az, hogy megpróbáljuk kikeverni ugyanazt. It's fine. Jó, szerintem ez jó lesz. Holnap én az Enstradid és outdated lesz a game. Na, akkor még gyorsan streamelünk. Akkor gyorsan, nem tudom, küldjetek 26 dollárnyi mindent. Hát már te is? Yes. De benne van a címben, hogy FOMO, szóval igazából... Emberek boldogok voltak. Ez a karakter, ez komplít. Ez ennél komplítebb nem is lesz talán. Persze, most még cukik vagytok, aztán mindjárt előkapjátok a gépfegyvereket. Képzeljétek el, amikor rájöttek arra, hogy a sogatját kell adni a karakterekre, különben az jelenet nem működik. Miről szól a game? Pokémonok fegyverrel. Ennyit tudok. Semmi más nem tudok. Szia Nándor! Szia Zar! Digimonok? Nem. Pick up fallen branches. Or hit threes to get some wood. Jézus Isten, az a hasizom. Mennyi időt tölthettek azzal, hogy azt a hasizmot azt így kipolírozzák? Oké, okay, ott van valaki. Ezeket fel lehet venni? The this is the Chester, nagyon szépen köszönöm a szabot, üdv a csapatban, aztán egészséggel az elképesztően királyom utáinkat. És sok szeretettel várunk Discordon is, meg majd nyilvánvalóan a Minecraft szerveren is, amikor... Na, üssed ezt a fát! Én már otthon is érzem magamat ebben a játékban, srácok. De azt kell, hogy mondjam, hogy én már otthon is érzem magamat. Mondd végig. Na, igen, ennyi. Nekem ennyi kellett. Így otthonos. Minden rendben van. Open the options menu. Options menu. Survival guide. Aha, survival guide. Controls, game objects. What should I do first? First, pick up fallen branches and pebbles to gather wood and stone. De hogy lesz minigunom? You can also collect wood and stone. By punching big trees and rock with your bare hands. Hey haver, le kéne programoznunk különböző eszközöket, például a pickaxe-et, meg ilyeneket. Nah! Üssék a kezükkel! Hát nem azzal a gomba Google.
Én szerintem az ott kőnek kéne. Ott az egy jobb, az... várjátok, lehet, hogy itt van, amit fel... Na, ezt például fel tudom venni. De ezt nyilván valamindenki fel tudja venni. Oké, megyek vissza ütni a követ. Az is sokkal... Milyen követ kell ütni ahhoz, hogy ott egy bárány? Az aztán backflip volt. Ja, egyébként tényleg. Próbálom azóta egy ki... kiszedni belőle. Várjátok, lefele kell nézni. Nem. Oké, mindegy. A ruházat nem tudom sok mindentől védi meg a karaktert. Nem is annak kell. Oké, open the build menu. Build menu. Build menu. Oké. Oké, akkor... építsed csak, haver. Nem gondolja túl ezt az animáció dolgot. Oké. Technology screen from the menu and unlock pass. Oké, technológiák. Aha. Pulsefare. Ez a Pulsefare lesz a, ez a pokélabda, ugye? Mármint, hogy a pokélabdának a, értitek? A nem jogdíjas változata. Hanem a, szeretnék pokélabdát. Ugyan, mert kisfiam van pokélabdánk otthon. Craft a Pulsefare. Oké, szóval akkor ott kezd, ott, oké, mi kell ehhez? Kell fa. Kell paldium fragment. Meg kell stone. Látni fogunk egy csomó nem nyugdíjas Pokémont? Igen. Hé, hey, haver! Jó, lehet chillen, nem zavarom. Honnan kapunk ilyen tingi-tingit? Unlock fast travel. Fast travel unlocked? Ez easy peasy, venni fog nekünk ez a videójáték. Attack pulse to weaken them, then press Q to throw a pulse fair and capture them. Ismerős ez valahonnan. Open the technology screen from the menu and unlock pal box. Oké, akkor a pal boxot szeretnénk kinyitni. Melyik a pal box? Repair bench, wooden chest, pal box. Kiállokkoljuk a pal boxot, egy pillanatot ne félj. Mostantól pálnak... pálnak fogjuk hívni. Oké, következő kérdés, ami egyébként egy kicsit értitek, tehát hogy így... Vagy így azért kérdés mégiscsak. Honnan lesz... Hello. Oh-oh. Nem könnyű lepofozni a pipit. De gyere ide, haver! Oké, okay, egy megvan! Nézzétek az a kis... Gyere ide! Lepofozlak téged is, egy percet se félj. Lehet, hogy veletek jóban kéne lennem. Oké. Okay. Na és milyen most? Kaptam belőle húsit! Meg egyébként itt vannak a Luffy hulláik. Kék sziklákat keres. Igenis! Már keresem is a kék sziklákat. Kék... sziklák. Sziklák... De nem kék sziklák. KFC szimulátor? Ja, a KFC küldött, a szabadságharcotoknak vége. Tessék szépen visszatagozódni. Oké, okay, nyilvánvalóan a furcsa lépcső. Honnan? Oké, okay, szerintem nem erre lesz furcsa kék sziklánk. Menjünk, keressünk furcsa kék sziklát. Egy kicsit fázunk. Legalábbis remélem, hogy ez a cucc azt jelenti. Valószínűleg, ha nagyon fázunk, akkor, akkor így a melbimbonkkal lehet majd vágni az üveget. Na, haver, arra gondoltam, hogy eddig nem... Hopp, egy puskája van! Oké, okay, nagyon régen, fú, nagyon. Ez itt maga a pokol, srácok, ez a sziget. A haverok, akikkel jöttem, ők már meghaltak mind. A pálék megettek mindenkit. A pipik? Vagy vannak másfajta... Oké, okay, tessék, itt van egy pár alapcucc. Azért, mert nyilvánvalóan nekem nincsen rá szükségem. Fa, ennyit. Ennyi? Ott vannak a kék kristályok. Megvannak a kék kristályok. Szia, Pepe!
Te Pepe? Azt jól látom, hogy Velfek mostanában nem streamel már? Kérdezi Viktor, kicsit félve, mert attól félek, hogy csak nem tudom, kikövettem, csak nem vettem észre. Igen, nem. Azt mi történt? Van benne valami... van benne valami dráma? Vagy csak elmúlt a... Ez kék? Nem, ez nem kék. Ó, oh, ja, összezavartalak titeket. Szerintetek lerádiózták a csirkék, hogy elkezdtem őket ütni? Megharagudott rád és beef. Megharagudott rám és abba hagyta a streamelést. Az egy jó döntés egyébként, azt hallottam. Először miatt valaki elkezdeni ezt terjeszteni, valószínűleg nem. Na, ez viszont kék! Apa, ez meg a Windows. Paldium fragment. Ó, oh, és meddig tudom ütni a... B? Primitive workbench, hát hogy ne teszek ide is egyet. Ne, legyen mindenhol egy, az a biztos. Tudtam, cukinak tűnnek, de közben megeszik a gyanútlan utazót. Ez az érzésem egyébként. Start production. Na, szeretnék egy ilyet. Oké, és akkor most jön az, hogy craftoltunk egy ilyet, elvesszük. Attack pál, meg először is meg kell bántanunk a pálokat, attól le fognak gyengülni, és aztán megnyomjuk a Q-t, és attól majd jó lesz. Oké, és akkor építsek egy pálboxot, nem, de egy pálboxot valahova, és akkor majd jó lesz. Oké, és akkor az az én bázisom lesz, ami gondolom azt jelenti, hogy jó helyen kéne építeni. Ó, ott egy láda. Oké, itt volt egy bárány. Szeretném bebörtönözni. A nevem Pál. Összejöttek neki a dolgok, mérlegelnie kellett és a fontossági sorrendet felállítani. Ez lett a vége. Ez logikus. Cső! Az megvan, hogy előtte kiszedtünk belőle egy kis húst és csak aztán kaptuk el? Mert mint hogy... Let that sink in. Tehát, hogy először kiszedtünk belőle egy kis húst, és csak aztán kaptuk el. Phase alternating line. Rövidítve PAL. A német Telefunken cég laboratóriumában kifejlesztett egyik analóg színes televíziós rendszer, melyet 1967-ben vezettek be. Képzeljétek el, bátyámmal szerettünk biciklit. Ő is szeret nagyon bicajozni, és akkor szereltük, meg így tanítottam dolgokra, hogy így értitek, melyik része micsoda, meg mit tudom én ilyenek. És... elég sokáig ütjük, azt a követ lesz belőle valami. És... leszettünk alkatrészeket a bicikliéről, és akkor egyszer csak így meglátja így a lánctányéron, hogy ha, ez nem kör alakú, ez olyan, mintha ovális lenne. Vajon miért lehet ovális? És ugye tudtam, hogy volt egy időszak, amikor kísérleteztek ovális lánctányérokkal, hogy átbillentsen a holdponton, és akkor így akkor jöttünk rá, hogy szóval, hogy az... Oh. Rossz gomb! Come back! Te most velem vagy? Te a haverom vagy? Vagy most te jössz velem, vagy nem jössz velem? Hogy 93-ig gyártotta a Shimano ezt a technológiát, ami azt jelenti, hogy a bicikli a 93... Tehát, hogy a lánctányérjét 93-ban gyártották, legkésőbb. És így tudjátok, nem akartam így nagyon mondani, hogy lehet, hogy itt lenne az ideje lecserélni. Oh. Na gyere vissza! Tudod, hogy melyik ország tagadja a játékot? Nepál! Veletek mi történt? Ó, oh, Velfek! Először is köszi szépen a 15 hónapot, másodszor hello!
A munka és az család átvette a dolgokat. Nekem te nem tűntél egy quitternek, de hát akkor mindegy. És Zev, nagyon szépen köszönöm 21 hónapot. Elvet tudod visszahívni. Ó, tényleg elvet tudom visszahívni. Jó, csirkét nem kapunk el azonnal. Ez fájt. Nyilván viccelek, mert teljesen érthető. Oké, hova akarunk bázist rakni? Akarunk mi bárhova bázist rakni? Ó, ott valami csillag. Ó, hát itt van egy ilyen labda. Ezt valaki mellé dobta. Na gyere, agyonverünk egy csirkét. Vagy egy cicát? Vagy egy csirkét? Kex, kösz szépen a harmadik hónapot. Végre sikerült összehozni, hogy ne Amerikába dobjon az Amazon. Így mostantól a tied. Ó, oh, köszönöm szépen. Egyes szintű csirke. Kinek kell egyes szintű csirke? Oké, ne, tudjátok mit? Mit szóltok, ha csináljuk azt, amit mond a tutoriál? Most egyelőre nem aggódunk azon, hogy hol van a bázisunk. Rossz gombocs, menjél már vissza. Kösz. Nem lennék a saját pálom. Lejövünk ide, ez egy ilyen helynek tűnik. Hol menjek ki? Oh, ott van még egy a fűben. Nézzétek, valaki előttünk fogyatékos és szerte széjjel dobálja ezeket a dolgokat. Oké, okay, fura bogyós bokrok, azokat összeszedjük, biztos, hogy... Ott a cica! Ó, oh, nézzétek, hogy jön a cica. Hogy megy a cica! Look at him go! Na gyere ide, cica! Várj még, ne gyere ide. Ez a harmadik crafting table-ünk, ezt szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, amikor következőre nem fogok találni crafting table-t. Szia Katti, mi a helyzet? Ez ilyen defur ez a Medieval Dynasty. Hát úgy alakult, hogy máshogy. Szóval, hogy úgy alakult, hogy végül nem ez lett. Az ott egy pulyka volt? Macska, csirke, pulyka biztos nem. Szóval, hogy megismerkedünk ezzel. Mondhatnánk azt is, hogy ez egy pálfordulás. Na, de szóval, hogy megismerkedünk ezzel a játékkal. Sajnos most valószínűleg be fog esteredni, és még nem igazán... Na, oké, van egy ilyenünk. Ú, de kis durcásan megy ez a cica mindenhova. Disney Ark? Pokémon? Yes, yes, yes. Oké, okay, tudunk csinálni egy ilyet? Csinálunk egy ilyet. Hogy miért? Most nem feltétlenül tudnám megmondani, hogy akarunk-e ilyet csinálni, de csinálunk egy ilyet. Elvesszük. És akkor nekünk most kéne... Ó, boy, hát ezeket mostantól nagyon verjük egy bottal! Hát mennyivel jobb az? Oké, okay, lett egy fegyverünk. Ez egy egyes szintű csirke. Egyes szintű csirkét ököllel is nagyon tudok verni. Ez egy kettes szintű csirke. Számít, hogy mennyire verem agyon? Számít. Számít, hogy mennyire verem agyon, igen. A Medieval Dynasty-ben kell adót fizetni, ebben nem. Egyértelmű, hogy melyik a jobb. Ez egyértelmű, ez egy erős szó. Oké, okay, na és akkor most jönne az, hogy kéne csinálnunk egy pálboxot, de sajnos nincs elég kövünk, hogy pálboxot csináljunk. Amivel nyilván nem lesz semmi baj, mert hogy besötétedett, tehát hogy így lesz. Bocs, come back! Rossz gomb, ne haragudj! Valami csiklandozza az orromat, de ilyen nagyon. Oké, ott vannak még... Ott vannak még kövek. De valahogy lehet... Ezt lehet ütni kőért? Nem. Felvesszük ezt a kristályt, természetesen ez kell ahhoz, hogy el tudjunk kapni. Ah, elkezdtünk fázni. Srácok, karcol a melbimbónk. Csikipi. Szóval ő lehet a barátunk, de meg is ehetjük. Oké, okay, lerakunk egy ilyet, és attól majd boldog lesz a videójáték. Overlap szint, other objects.
The floor must be touching the ground. És gondolkoztál azon, hogy így touch-olja a groundot? Oké, okay. ez itt a tökéletes hely, srácok. Ez, ennél jobb helyre nem is rakhatnánk. Fogyik a HP, de kinek kell HP? Éhes is vagyok, fázok is. De semmi baj, mert csinálunk egy számítógépet, srácok. Félig benne a földbe, de azt mondta a játék, hogy ez lesz itt a tökéletes. Oké, okay. Gyógyul a csirkénk. Megvan a bárányunk. 88 atak, 111 atak. Egy picit több defense. Egg layer. Fluffy shield. Poli. Empty skill slot. Oké, okay, ezt meg. Pacifist. Te vagy már a kapacitor. Itt lesznek dolgok, amiket majd tudni. Oké, okay, csináljunk valami tábortűzfélét. Hogyan lesz nekem tábortüzem? El kell mennem a tech tree-ig azért, hogy legyen tábortüzem. El. Oké, okay, ez semmi baj. Úgy sem akartam egyébként túlélni ezt az első éjszakát. Insufficient materials. Méghozzá fa. Na mi kell ahhoz, hogy a bárányomat elküldhessem nekem fát szedni? Megsütjük a csirkét. Van nálunk hús. Mielőtt elkaptuk Kati a csirkét, kiszedtünk belőle egy kis húst. Ne kérdezd. Vagy hát igazából kérdezheted, csak készülj fel, hogy nem fogom tudni megválaszolni. Tehát, hogy akkor kérdezd, ha így saját felelősségre kérdezd. Megöltünk csirkét is. Ó, tényleg két csirkét is öltünk. Csak egy medve, kösz szépen 33 hónapot, nagyon király vagy. Szia Dan, szia Liasz. Oké, okay, hát már is nem fázom. Select recept. Tudok csinálni fried egget. Baked berries. Grilled chiki-piki. Chiki-piki! Tudom, hogy chiki-piki, de I don't care. Lambal kebab. Oké, okay, mit tegyünk, bárányt vagy csirkét? Legyen az első csirke. Ma csirkét tettünk egyébként. Én sütöttem. Nagyon finom volt. Asszonypajtás meg csinálta. Van nálunk serpenyő! Asszonypajtás meg csinált hozzá édesburgonyát, és az is nagyon-nagyon finom volt. Tarkov elvonás? Nem, igen. Oké, okay, megvan a grill csirkénk. Mindjárt rájövök, hogyan lehet megenni a grill csirkénk. Bocs, misclick. Majd egyszer lesz olyan, hogy nem véletlenül hozom ki. Inventory. Milyen hot key az inventory-nak? Azt mondd meg nekem, videójáték. Hola. Hol a kaja? Ó, nem vettem fel a kaját. Ó, ez egy fontos... Érzem, hogy ez egy fontos és közepesen idegesítő játék Manika lesz. Na, hol a tech tree? Mutassátok a tech tree-t. Mi kell ahhoz, hogy legyen ágyam? Semmi. Van valami pont, amit ilyenkor költök? Vagy csak ami így megtetszik, azt így levehetem, az csá. Oké, okay, nyilván nem vettem le csak úgy. Structures, crusher. Mill. Alul. Ó, megvan. Oké, okay, elmentem fire. Misclick. Oké, okay, most lehetne csinálni egy fogadást egyébként. Most lehetne csinálni egy fogadást azzal kapcsolatban, srácok, hogy vajon elő fogom-e rántani ezt a bárányt úgy a mai nap folyamán. Hogy ez direkt lesz, és nem véletlenül. Minden állat megvan, mit tud csinálni, ha partiba rámész, mutatja mire képes, mennyit eszik, és milyen szinten van, hogy mennyire hatékony. Ezt mindjárt megnézem, jó? Visszamegyek, és... És ezt megnézegetjük. Party. Sorry. Oké, okay. Szóval felé viszem először a kurzort. When activated, equips to the player and becomes a shield. Sometimes drops wool when assigned to ranch. Okay.
Sometimes laying an egg when assigned to ranch. Oké. Okay. Oké, okay, ez végül is logikus. Neutrál, neutrál. Ah, ott a cica. Milyen neve cica? Meg van egy másik fajta. Amellett lehet, hogy nem fáznánk? Na hol van? Hagyj botozzam meg! Oké, okay, party. Oké, okay, ez egy level 1-es fluffy shield, de közben level 1-es a dolog, ugye? És tudom editálni a nevét. Ferenc, aki áll. Oké, okay, ő lesz Ferenc! Aztán el lehet-e nevezni az állatokat? Anno. Miért kérded? Ha kajára kattints, akkor nincs olyan lehetőség, hogy eat. Ó, jaj, én nekem biztos, hogy van. Várj, itt ez biztos, hogy meg tudom. Oda tudom neki. Ó, el tudom dönteni, kinek adom. Hát én mag... Wait a minute! Valamit ki kell próbálnom. Igen, az a kérdés, Kati, hogy meg lehet eltetni a csirkével a csirkét. What is that supposed to be? Hát nézzétek, hogy oson ott az elefánt! Na várjál, mert mindjárt megyek, megbotozlak, aztán megdoblak egy dologgal. Egy pillanat. Meg lehet. Na gyere ide, elefánt! Már abban elfáradok, hogy utolérlek, szóval ez egy biztosan balanszos fight lesz, srácok. Megbotozásról azt hiszem át kell értékelnünk a pontos helyzetünket ebben a világban. Igen, azt hiszem nem haragtartóak ezek, ugye? King of the Forest. Ezt lehet, hogy el kellett volna olvasnom, mielőtt neki megyek. De nem tűnik haragtartónak. Hogy? Levetted 3 HP-ját az 5000-ből. Igen, ez történt. Ez történt. Oké, okay, szóval, Tech Tree. Térjük vissza a technológiához, az még sosem vert szájba. Ezek ugye megvannak, szóval elméletileg ilyeneket majd tudunk craftolni. A chest nem tűnik rossznak. Gandalf, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 48 hónapot, nagyon-nagyon király vagy. Legalább bátran vettem, mi? Egyszer kidodzsoltam a stomping atakját, pedig az AOE! Csak mondom! Hitetlenek. Repair... Wooden structure... Kellenek nekünk ilyenek? Szerintem mi jól el vagyunk! Szívesen craftolnék viszont egy baltát. Nézzük meg, mi kell ahhoz, hogy egy baltát craftoljunk. Ott valami lángol. Megüthetnénk egy bottal. Tremidos. Nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékozott valaki Tremidosnak Szabot. Ó, ez az én tábortüzem. Jó, azt nem ütögetjük meg bottal. F. Ott van. Mi kell a csákányhoz? Stone. Mi kell a baltához? Stone. Csak máshogy. Jó, veled mi van? Érdemes ezekből elkapni többet? Tehát, hogy itt van például ez is. Én ezt is megsuhintom, meg. Ne üsd! Oké, szerintetek elkapható még? Hogy nem. Oké, akkor ő meghalt. Good to know. Maybe the next one.
Miss Click, gyere már vissza, légy szíves. Jaj, már tudja, hogy mi történik, szóval értitek? Tehát, hogy így... Már így, ő így tudja, hogy mi történik, nem is megy sehova. Na várjatok, őt kirakom. Hogyan tudom aktiválni? Command Pal. Menjél? Menjél vissza, Ferikém. Summon. Throw Pulse Per. Oké. Okay. 4. Feed. Pet. Emote. Command. Attack aggressively. Command. Focus on same enemy. Don't attack. Nem, azt szeretném, ha te lennél az én shieldem. Hogy amikor idejövök, hogy lekeverjek egy tockost ennek a két báránynak. Az egyiket megöljem, a másikat elfogjam, ami egyébként egy kifejezetten szomorú történetnek tűnik. Regi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 44 hónapot, nagyon-nagyon király. Hova kurul a bárányom? Ferenc, hagyd találjam ki, Miss Click. Nem, most tényleg kell lennie. Lehet, hogy ezt át fogom bindolni, jó? Mármint, hogy lehet, hogy ezt át fogom bindolni. Szerintetek még mindig gurul? Vivi, nagyon szépen köszönöm a 20 napot. Csak ezt bedobom és megyek vissza dolgozni, jó játékot. Kitart? Ó, tűzróka. 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 4-es szintű. Pff, lol. Összecsukjuk. Oké, na akkor. Atakra kell tenni. Atakra kell tenni. Oké, először is. Attack aggressively. Gyere, mutatom, kit atakolunk. És szégyen róka. Oké, okay, Ferikém. Abszolút, abszolút adom a lelkesedést. Nagyon jól csináltad. Következőre próbáljuk meg kevésbé megölni, jó? Őt el akartuk kapni. Gyere Ferenc, ezt most megpróbáljuk újra. Bizonyára szuper gyakori a lángoló róka. Na, de gyakori a lángoló róka. Hogy el... Oké, mindegy. Menjél tovább a lábaidon. Keressünk majd valamit, amit elkaphatunk együtt, jó? Oké. Oké, vízi dolgokkal hogy állsz? Lehúzza a gyapjat, ha megázol. Ezek csak sima macskák. Miért vannak bent a vízben? mindegy, hagyjuk. Erre majd visszatérünk. Majd mindjárt csinálunk. Ó, tényleg itemeket akartam craftolni. Menjünk vissza itemeket craftolni. Pokémonnak is egy megtanuló skillja, hogy ne öld meg, csak gyengítsd le. Ne, szigorúan véve én már jól csináltam, mert nem öltem meg. A probléma az, hogy itt van Ferike. Oké, gyere Ferike, elkapjuk a macskát. Mondom, hogy mit csinálunk. Én... Bálint, kösz szépen a 26 hónapot, nagyon-nagyon király vagy. Neked is szép estét, jó estét. Ott egy... A pingvint. Gyere haver, összecsukjuk a pingvint. Na, nem futunk el pingvineknek, szégyene te! Milyen pingvin az, aki menekül? Hát hang vagy haver kiállni ellenünk? Csak azért, mert ketten jövünk? Hauer, ez egy gyors pingvin, el is fáradtam a kergetésébe. Elkezdeném támadni a trutymákat, de nem akarom elkezdeni támadni a trutymákat, mert ott egy pi... Hova mész? Jézus ereje! Mindegy, szedek útközben követ! Feri, ne... Rossz gomb. Ne tévesszem elő, ha egy mód van rá. Itt lesz a dom mögött. Biztos vagyok benne, meg fog... Jézusom! Még mindig fut. Láttatok már együtt futni egy pingvint? Utoljára, amikor néztem, azok csak totyogni tudtak. Ó, ha kitalálja a videójáték, hogy meglépett a pingvin. Ah, nem lépett meg a pingvin.
Nekem van egy érzésem, hogy ezt nem fogjuk elkapni soha. Sose fog elfáradni. Nekik van staminájuk? Miért van? Miért kap XP-t? Azért, mert én felveszek egy követ. Segít felfedezni a jön vissza! Készüljön mindenki! Üssed, vágjad, ameddig éred! A fogyatékos bárány mindenedet neked. Mellé! Készen állok még tovább ütni, ha kell. Egy pingvin sem menekül, srácok! Egy pingvin sem menekül! Bekapcsolunk egy miszklik számlálót! Persze, hogy van staminájuk, csak nekik eddig 7. Szerintem több az, mint 7. Na, elkaptuk a pingvint. Akarunk a... Mire jó a pingvin? Szevasz, pingvin! Requires Spengulet Rocket Launcher. Say what again? Mit akartál? Mit akarnál ezzel egyáltalán mondani? What is that? Feather of this pal have all but disappeared, but sadly its desire to fly has remained as strong as ever. Even now it tries to fly again, in any way it can. Oké, tehát akkor ez azt jelenti, hogy megtalálom a Rocket Launcher-t és kidobom a Rocket Launcher-ből. When activated, the player equips a rocket launcher and fires Spengulet as ammunition. Spengulet explodes on contact and is incapacitated. Oké, szóval, csak hogy jól értem-e. Azt akarja nekem mondani a videójáték, hogy a pingvin az gyakorlatilag egy lőszer egy rakétavetőben? Yeah! Oké, okay. Next! Össze pofon ér mi? Oké, okay, még mehet egy. Gyerünk. Come on. Oké, okay, tévedtem, nem mehetett egy. Oké, okay, talán a következő ping... Talán majd a következőket. Tévedtem, nem mehetett egy. Én azt hittem belefér még egy, de nem fért bele még egy. Menjünk, keresünk egy másik macskát. És aztán csinálunk egy olyas csákányt. Nincs pokilabdát. Képzeljétek el, ha lesebezzük a nyomajás macskát, és akkor jövünk rá, hogy nincs pokélabdánk. Jó, várjatok egy kicsit, cicákok, mert mindjárt jövök. Oh boy, eltévedtem. Mindjárt jövök, csak előbb craft, az ott a fönti crafting table-om, de nekem van egy lenti crafting table-om is. Azt ide raktam a leghülyébb pontra, ugye? No, not really. Hanem még lejjebb! Gyere a lábadon! Na. Már elnézést, de volt egy nevezdel. Legyen a pingvin neve Rocket Bird. Már elnézést, hogy elfejt. Nem neveztem el Rocket Birdnek. Hogy szeretnéd írni? Csupa kisbetűvel? Rocket Bird. És közben pedig Connor egy Schmidt nevűt szeretne. Egy Schmidt nevű micsodát? Mi legyen a Schmidt? Egy pált. Oké, okay, értem. Oké, okay, oké, okay, leesett.
Pál, szeretnél egy bármilyen pált Schmidtnek elnevezni, ugye? Jól értem a helyzetet. Mennyi betű és milyen kevés magánhangzó? Oké. Először is csinálunk egy... csákányt. Csinálunk egy csákányt, srácok. Ez jó lesz. Van lesz egy csákányunk. Oké, van egy csákányunk. Ott lóg a hátizsákunkon a csákányunk. És azért nem tudunk baltát csinálni, mert... valamiért mégis szürkébbnek... Szerintetek az is a hátunkon fog lógni? Valószínűleg az is a hátunkon fog lógni. De közben nem lóg a hátunkon. Oké, hogyan lesz a csákány a kezemben? Helyett a balta. Jó, ez most így oké, de hogy... ennél biztos, hogy ezt lehet valahogy jobban. Nézzétek, hogy... megáll az ész! Predátor, köszi szépen a 43 hónapot, nagyon-nagyon király vagy. Görgő. Oké, ez logikus. Ki lehet vágni a fákat? Mekkora flash lett volna egyébként, ha ezt a vackot nem odaépítjük, hanem oda lent? Új missziónk van. Mint egy régi új missziónk. Nincs, nem új, új misszió, egy ilyen régi új. Igen, egy ilyen régi, régi új missziónk van. Stream végére rájön, hogy Görgő van az egerén? Edededededede. Fontos, hogy legalább egy éje túl. Ezért jó, hogy van több. Több esélyünk van. Először is elengedjük Ferit. Ó, most már ez is szalad. Hát megáll az ész. Gyerünk Feri, kapd el! Gyerünk Feri, menni fog. Elé vágok. Elfáradtam bele. Az egy hatos szintű. Ő, azt összecsukjuk. Oké. Rövid a karod! Nem kéne stunnolnod ezzel, vagy valami? Azt hitte, tüzes rókáknak szégyene te! Hát ennél hamarabb kell felkelni, hogy telibe verjél a lángoló fark... ezt a mondatot nem fejez... oh, van egy másik. Oké, ez megvan. És közben... a barátunk sajnos felgyulladt, de most már van, van egy lángoló rókánk, az a lényeg, hát... lehet ez ennél csodálatosabb? Szia, Vezmord! Most az elefántot megpróbáltuk már. Az elefántot megpróbáltuk már, nem sikerült, de abszolút nem az én problém, nem az én hibám volt. De a szarvast még nem. Szerintetek az a róka még mindig velem vergődik? Ott hátul. Nekem az az érzésem, hogy ő szerintem még mindig velem bífel. Oh, velem bífel! Csak nem okos. Kapjuk már azt a lila bambit? Most nem tudjuk elkapni a lila bambit, mert túl sok követ szedtem össze. És közben itt vagyok a tüzes rókát rá lehet uszítani a mohás mamutra. Uh-oh. Ez nem tűnik szerencsésnek. Sz-
Szerintetek ez eláll magától? Eláll, hogy ne állna el. Na, fölmegyünk, kitaláljuk, dühösnek tűnik az a... Na hát ők elkezdtek háborúzni. Hát azt összecsomagoltad. Oh god. Hát azt ott összecsomagoltad. Oké, semmi baj. Nyilvánvalóan ezt túléltük. Jól láthatóan. Mondhatnánk azt is, hogy clearly. Kéne az a mamut. Ja, eltennám. Eltennám, ha úgy alakulna. Oké, ez a tüzes róka, remélem nem kapta meg a memót, hogy minket most itt nem kell kedve. Oh god, hogy odáig fel kell gyalogolnom. Oké, le lehet valahogy tenni egy bizonyos részét a kőnek, mert ez így alapvetően... Oké. Jó. Már látom a farm potenciált abban a mamutban. Én nagyon remélem, hogy mindent lehet farmolni. Képzeljétek el egy ilyen róka farmot. Hát az mennyire cool lenne. Na, szóval van nálunk... ilyen vacak. Up. Cancel. Szóval van nálunk ilyen vacak. Azt nyilvánvalóan megsütjük, amennyit csak tudunk belőle megsütni. Mert attól még kell kaja. Tudsz rakni pontokat a súlyra? Tudok. Oké, a tüzes róka nem érzi igazán sajátjának azt, amit csinálunk amúgy. Viszont mindjárt megnézzük, hogy mire jó a tüzes róka. Mert mint értitek, miben jó az a tüzes róka? Van kajád még sütve már? Hát lesütjük a többit is. Mi lehet a legrosszabb, ami történik? Lesz sok kajám sütve. A bogyót csütsz, mert hús dobál. Neked lenne kedved mindenhez új animációt csinálni? Oké, elment a kedvem maradéktól. Először is. Ez még 42 másodpercig jó. Nem nagyon jók ezek a dolgok amúgy sokáig. Flame organ. Paldium fragment, igen, az szükséges. Husi, oké, az jó. A lángoló bogyót nyilván nem szedtem össze. Oké, sűsd meg a maradékot is. Éjjel halunk közben. Ja, a legrosszabb érzés, amikor nagyon éhesen sütöd a kaján. Éjjel halni sütés közben. Sounds like a Victor thing. Ez a karakter tisztete vagy? Ja, leszámítva a hasizmait. Azok meg csak tiszta szeretnék én lenni. Oké. Okay. Missklik! Oké, okay, vannak ilyen tüzes bogyóim. Ki éhes? Te egy kicsit éhes vagy. Tessék bogyó. Tessék bogyó. Te meg nagyon éhes vagy. Egyed meg a bogyókat. Úgy, bogyók megéve. Jó, ezt a dolgot, ezt arrébb lehet rakni? Nem. Vagy csak építek egy újat? Mi van akkor, ha csak építek egy újat? Nem tudok többet építeni. Oké, ebben az esetben... I tried. Oké, szóval ebben az esetben a mappon próbálkozz. A mappon próbálkozzak. They dismantle a base. Yes. Ez mondjuk azért diszmentől alvállattanak rendjés módja szerint.
Hát mit ártott, hogy bántottad? Szigorúan véve semmit, de a terv az az volt, hogy befogom és ő is lesz egy pálom. De nem akart pálomnak lenni. Megpróbáltam, de kiszabadult. Oké, ez egy sokkal jobb bázis location, mint az előző bázis location. Az egyetlen egy probléma, hogy most ugye nincsen már tábortűzünk itt közel, de mindjárt csinálunk tábortüzet. Ez tényleg a furcsa grafikájú Minecraft. Még a Wandering Traderrel is ugyanúgy bánik. Sose bántom. Oké, néha bántom. Azt akartam mondani, hogy sose bántam a Wandering Trader, de hogy mindannyian tudjuk, hogy ez nem igaz. Mert hogy volt már rá precedens. Oké, megcsináltunk minden kaját, amit meg tudunk csinálni, de vannak dolgok, amiket el tudnék költeni. Van az inventorimban valami, ami figyelmet igényelne a videójáték szerint. De halvány elf kell képzelésem sincs, hogy micsoda, úgyhogy ez így marad. Van itt a technológiában 21 darab elkölthető pontunk. Nyilvánvalóan kell chest, repair bench, tingi-tingi, ágyikó, ruha kell, hanging trap, harness. Ha craftolunk hozzá harness-t, ha craftolunk hozzá srácok harness-t, akkor használhatjuk lángszórónak. Ez egy nagyon-nagyon fura videójáték. Ez egy nagyon-nagyon fura videójáték. Oké, az egy harang, ami... Oké, így tudnak majd hova feküdni. Az egy harang, amivel össze meg tudjuk ijeszteni, vagy riadóba tudjuk vágni a palikáikat. Build indoors. Foundation with roof. Találtunk bármit, ami roofra utalt? Oh, wooden structure set. Tehát, hogy ez nem csak egy ilyen egy dolog, hanem my man. Arra gondoltam, hogy ebből építenék többet. Meg még többet. Csak nem ebbe az irányba, mert azt hiszem az nem fog menni. Azt akarod mondani, hogy nem egy lyukba fogunk lakni? Hát ha rajtam múlik, egy lyukba fogunk lakni. De hogy azt akarom mondani, hogy a videójáték azt hiszem nem azt akarja. Jobb klikkel rakd le. Ah, oké. Okay. Na építsünk ide falakat. Ebbe az irányba ablakos falak mennek. Ebbe az irányba nem ablakos fal megy. Ebbe az irányba valószínűleg megint ablakos fal megy. Meg abba az irányba is ablakos. Nincs elég fám. Oké, semmi baj. Ez kényelmesen megoldható dolog. Mindjárt fejbe vágok valami pált, aztán lesz belőle. Oké, lett fa. Oké, megvagyunk. Szóval építünk magunknak egy gyönyörű házikót.
ami alatta gyönyörűt, ezt nem feltétlenül úgy értem, tudjátok, hogy így a szószoros értelmében gyönyörű, de hogy mondjuk, mondjuk egy házikó, nonetheless. A másik gombát kellett volna leraknom. Oké, eleinte jó lesz. Eleinte nem akarjuk cifrázni ezt a lakhatás kérdést, jó? Felrakjuk, meg felrakjuk a tetőt. Nincs elég fánk, jövök majd mindjárt. Hát ez nem egy Medieval Dynasty. De vannak... Szóval megkergettünk már egy pingvint. Megöltünk egy halom tűzrókát. Szóval, hogy azért közben érted, de azért annyira nincs sok panaszra. Megölt minket egy mamut, igen, igen. Abszolút, abszolút saját magunknak köszönhetjük egyébként. Tehát, hogy az abban, az, ja, az. A sajnos azt magunknak köszönhetjük, hogy ez a mamut megölt minket. Volt egy kis szintkülönbség, és így szemen köptük a félelmet. Ez történt egyébként. Szemen köptük a félelmet, és aztán visszaköpött. És sokkal nagyobbat köpött, mint mi. Itt nem lyuk lesz a végén, hanem torony. Igen, nekem ez egy toronyfajta játéknak tűnik egyébként. Szóval, hogyha így választani kell itt, hogy melyiket akarod, akkor itt ez valószínűleg ez egy torony. Ez egy torony jellegű játék lesz. Na, oda fel! Felvitézek a csatára. Rossz gomb. Oda fel, e! Fel, tegyed már, fel tegyed! Jó lesz, én hiszek benne, hogy sikerülni fog. Oké, csak feljebb. Nagyon jó. Kung Fu Panda, köszi szépen, hogy Jugemu Jugennek ajándékoztál egy szabot. Nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. De most a jobb klikket... Miszklik! Csak ballisztikus pályán. Pongi, köszi szépen a 6 hónapot, nagyon-nagyon király vagy. Viszlát! Piup! Gazi, köszi szépen a 32-t! Oké, van egy házunk. Én szerintem kicsit átfújja itt a szél, de gondolom, ez nyilvánvalóan nem zavar senkit. Oké, mit tudunk ezzel a házzal csinálni? Tudunk beletenni chestet? Akarunk beletenni chestet? Tehát, hogy ne akarnánk beletenni chestet, Jézus elején, milyen hülye kérdése, srácok, melyik volt? Mit kell tudni erről a játékról? Pokémon, fegyverek, árk, ilyen dolgok. Oké, ez mehet oda mind. Van-e valami kaja nálunk, ami éppen készül megromlani? Az mehet át oda mind. Ez mehet át oda mind. Ez mehet át oda mind. Az marad nálunk. Oké, megpróbáljuk újra. Én hiszek abban, hogy ez most sikerülni fog. Nem sikerült. Jaj, lehetem beszélni is vele. I don't care! Mármint, oké, okay, I do care, de hogy... De hát ez dolgozik. Dolgozik magától. Még csak nem is kell hozzá bezárni.
Oké, hogy tudom elengedni a többit is dolgozni? Mindjárt megfejtjük, hogy hogy tudom elengedni a többit is dolgozni. Oké. Party. Oké, majd mindjárt assignollak, csak rájövök, hogy hogyan tudlak elengedni. Hívd le. Party. Schmidt. Kék tábla szint a max munkásra hatással van. Oké. És ez mit jelent ez a mondat az én esetemben? Szia, Memoru! Oké, nem sikerült megfejtenem azt, hogy hogyan tudok többet. Ó, várjatok, és akkor most, ha megnyomom az F-et. Ez a játék nagyon-nagyon-nagyon fura. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fura ez a játék. Viktor, köszönöm szépen a cheert, nagyon-nagyon király vagy, és Tasika, nagyon szépen köszönöm a cheert. Ezt a dolgot upgrade-elnünk kell. Base upgrade. Deploy a workpad to the base. Hát deployolva van egyébként a dolog. Oké. Akkor arra gondoltam, hogy mit szóltok, ha építünk egy rencset. Kell hozzá fiber, kell hozzá wood. Semmi baj. Szedünk fibert, szerzünk woodot, és aztán lerakjuk a rencset. Csinálhatnám egyébként azt, ami... Csinálhatnám abszolút azt, amit egyébként mond a tutoriál. Csináljuk azt, amit mond a tutoriál, jó? Erre majd néha emlékeztessetek, mert ezt el fogom felejteni, hogy Minkton éppen azt csináljuk, amit a tutoriál mond. Lennél szíves elkezdeni azt csinálni, amit a tutoriál mond, különben szájba verünk. Csak nyilvánvalóan sokkal kedvesebben. Oké, senki sem partizik úgy, mint ahogy Ferenc partizik. Higgadj le, haver, jó? Higgadj le, mindjárt rájövök, hogy... Tessék. Oké, most van egy pár csirkénk. Mindjárt rájövünk, hogy mi történik. Oké, szóval... Ott egy csirke. Ott egy bárány. Oda tudom rakni a bárányt. Oda tudom rakni a bárányt. És akkor nem a bárány... Ó, hogy akkor a bárány nincs benne a partimban, hanem ő akkor itt boldogan él, ameddig meg nem hal. Oké, oda rakom a pingvint. Oda rakom a bárányt, odaadom a csirkét. Ha ezt a kettőt megcserélem... Na, az a kérdés, hogy te dolgozol-e? Nem úgy tűnsz. Viszlát. És alul az at the base rész. Oh, pass at the base. Akkor ez micsoda? Ó, ugye ez csak egy raktár. Oké, hol van Schmidt? Schmidt megy. Oké, Schmidt mostantól szabadon él, és boldog. És akkor lerakunk egy rencset. Lehetséges, hogy nem rakunk le egy rencset, mert nem fér el sehova egy nyomás rencs. Mekkora ez a...
Mekkora ez a rencs? Ó, oh, nem olyan nagy. Ide pont elfér. Oké, és utána csináljuk tovább a küldetést. Azért nem vagy hajlandó dolgozni, mert éhes vagy, mi? Az, hogy ugyanúgy adom magamnak a kaját, mint ahogy a kis haveroknak, az nagyon-nagyon vicces. Oké. Majd a pingvin ezt megépíti állítólag. Mehetünk. Építeni mennyire iziben? Ah, mondjuk Death the Spirit már megy is épp. Köszi tesik az újabb adag csírt. Oké, okay, megnézem, hogy tudok-e segíteni. Tudok, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy bármit számít az, amit csinálok. Bari is épít, meg pakol. És tessék, akkor szépen a megint a csírt. És most tudod fejleszteni a bázist és betenni többet, mert akkor mehetne neki a bárány is segíteni. Oké, okay, V. Base upgrade. Oké, okay, base upgraded. Shoddy bed. Primitive workbench. Jó, azok teljesíthetőek, viszont itt van közben a másik bárányunk, ugye bár, akit szintén berakunk, és azonnal van egy ötlete. Hát mi az ötleted, báránykám? Hát csak nem mész segíteni a pingvinnek. Oké, mondjuk nem építi olyan gyorsan, mint a... Én is segítek, tessék! Hárman együtt megépítjük, pikpak! Hogy oda ment a hogy oda ment a pingvin és elkezdte... elkezdte ütlegelni. Oké, okay, és akkor most elméletileg tudok olyanokat csinálni, hogy assignolok állatokat a dolgok, a helyekre. Hogyan? Lehet, hogy nem. Lehet, hogy ez nem így működik. Oké, okay, akkor most csinálunk ágyakat. Mindenki kapja össze magát, srácok, csinálunk ágyakat, és aztán rájövünk, hogy mi is a feladat, amit már el is felejtettem figyelni. Nyilvánvalóan nem felejtettem el természetesen figyelni, csak úgy nézhet ki. Ó, hogy a bázis... Hogy a bázis ládájában lévő fa az gyakorlatilag építés tekintetében elérhető fának számít. Oké, az mondjuk azért ez egy királymechanika. Vagy nem kell még nálam legyen. Mondjuk ez a bárány nagyon ott lebzsel. Szerintetek ez csak véletlenül van, vagy ő oda asszájnolta magát? Magától megcsinálja a páloknak nincs épp semmi dolga, akkor megy a rencsre. Már ha tud. Ez a spirit. Megy a rencsre. Ha nem tud viselkedni, megy a rencsre. Túl sokat eszik, megy a rencsre. Megölt valakit, akit nem kellett volna, megy a rencsre. Straight to ranch. Oké, okay, van kövünk, van pálunk, Schmidt és egyéb. Ó, te meg így gyapjút termeltél nekem a rendsen. Oké, okay, csinálunk ágyat. Csinálok magamnak is ágyat, meg a barátainknak is. Berakom ide az ablak alá, ott egy kicsit húzni fog a szél, és mindig fájni fog tőle a fejem. Lehet, hogy már jönnek is azonnal megépíteni. Fogd be a szarvast, eljön az ideje majd annak is. Kapja kell 5 lambolt.
Oké, ti is kaptok ágyat, egy percet se féljetek. Oké, félhettek egy percet, de sokkal több. Bent alszanak, kint alszanak, mi van ezekkel a srácokkal? Kint alszanak, azt akarja nekem üzenni a videójáték. Jó, hát én megpróbáltam titeket bentre rakni. Lefogytam 80 kilók, és most már egyszeresen eljárok edzeni. Uvelfek, az nagyon menő. Hát ahhoz gratulálok. És kitartást kívánok a továbbiakban is hozzá. Whee! Azt mondod el. Ezt mindenki tudja ugye, hogy ezt a mamutot egyszer el fogjuk kapni. Nem most mamut. Nem most. De egyszer. 80 kg vagy 80 kg-ot? Ó, igen, tényleg, ez egy fontos kérdés. Egyszer majd. Nagyon soká. Yes. Nem mostanság. Nekem az az érzésem. -80 kg. Lefeleztem magam. Vagy akkor a válasz az, hogy 80 kg-ot és 80 kg-ra. Próbálj meg rádobni egy labdát. I tried so hard and got so far. In the end, doesn't even. Melyik volt ez a nagyon okos? Na, srácok, hagyjátok abba a feszkót, mert itt az ideje megbékélnünk a bössze nagy mamut szomszéddal. Szerintem ők meg fognak halni. Szerintem ő meghalt. Én nem az én bárányom volt. Ó, ne! A pingvinem! Katis, köszönöm szépen, hogy ajándék a Szeriasznak és Szabot, nagyon király vagy. A pingvinem! A pingvinem! Ó, oh, csak el kell... Take it to the pal box. Na, várjátok, mindjárt rájövök, hogy mit kell ezzel csinálni. Pal box. Ó, oh, minden rendben van, srácok, csak egy ideig nem lesz most pingvin. Ezzel most valaki megúszta a bant. Na, egyek, befogok még egy... Open your inventory. Paldek. Még több tingi-ting... Ó, oh, ez micsoda? No data. Hát ez tök jó. Oké, ilyenünk van. El kéne... Ostatokat kéne növelnünk. Hűha! Staminára biztos, hogy teszünk. Az emelhető súlyra biztos, hogy teszünk. Az atakra is teszünk. For fun purposes. Dolgozzon az, aki értitek. Dolgozzanak a pingvinek, ezt akartam mondani. Oké, egy kicsit elkapattam magam. Elfogyott sajnos a golyó. Úgyhogy...
egy palnak nincsen ágya, azt nem hagyhatjuk. Stresszesek lesznek, ha nincsen ágyuk. Én is stresszes lennék, ha nem lenne ágyam. Itt most miért verjük meg szegény bárányt? El akarjuk kapni a bárányt, és úgy működik, hogy először legyengítjük a bárányt. És utána pedig elkapjuk a bárányt, de ez most nem sikerült. Teoretikusan ez történik, a gyakorlatban nem ez történik. Na így viszont most nincsen olyan... Hogy kurultak ezekbe pont a házba? Etetőt teszel nekik? Előbb-utóbb mindent teszek nekik. Azt hiszem az etetőt kifejlesztettem. Gravitáció és a dom miatt. Értem, de hogy pont a bejárathoz? Mert mint értetted, hogy végig gurulnak mindenen, és aztán pont a bejárathoz? Hát most épp rossz irányba kalapál. Most épp nem kalapál jó irányba. Én azért csinálnék több labdát, és addig dobálnám, ameddig el nem kapom a mamutot. Értem a lelkesedést egyébként. Abszolút értem a lelkesedést, de közben az a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy a mamut minden egyes alkalommal dühös, amikor kijön. Szóval nem vagyok benne száz. Missclick. Max. 11. 11 darab labda. Úgyhogy ki akarta délni a mamut, okozta feszültséget a bárányokon, és utólag megmagyarázni az elkapással. Ez alapvetően jól hangzik, de az a küldetés, hogy elkapjak ötöt. Szóval... le kell csalni őt messzire, ahol nem tudja bántani az állatokat. De ezt tudod, hogy akkor, ha nem tudja bántani az állatokat, kit fog bántani? Hányat kaptam el eddig? Kettőt! Ó, ezt nem én kraftolom, hanem a bárány! Megáll az ész, hogy ezek mennyire hasznosak! Nagyon szép munka! Nagyon szép munka! Kapsz egy etetőt! Még nem kapsz etetőt. Mindjárt kapsz egy etetőt. Egy percet se félj. Kifejlesztem a technológiát arra, hogy legyen. Azt hiszem ez az. Ettől független most nem ez jön, hanem megyek bárányokat abúzálni. Ott egy pingvin. Olyan tockost keverek neki mindjárt. Mindegy. Még egy pingvin. Oké, lehet, hogy ezek a pingvinek nem annyira ritkák, mint gondoltam. Tökéletes pillanat. Tökéletes pillanat volt, srácok, elrabolni innen ezt a... Ezt a szarvast, úgyhogy ez most mintegy el is van kapva, van egy 10-es szintű szarvasunk. Mindjárt megnézzük, hogy mit tud csinálni, meg mire jó. A szarvas az jó, az helyetted vág fát. De ilyenkor csak a bázis területén vág helyettem fát? Vagy ő így, értitek, így elmegy messzebbre, és... Tényleg növeli az elkapás esélyt, ha agyonverem előtte őket? Igen, csak a bázis. Na, mert nekünk jelenleg a bázis területén nincsen fánk. És az lenne a kérdés, hogy... Igen, azt hiszem ez egyértelműen egy igen. Hogy tudok-e oda rakni fát?
Q hosszan nyomva írja a százalékot. Ezt véletlen engedtem el. De beadta, szóval igazából rendben van. Viszont szükségünk van még egy darab bárányra. Hoppá. Te jössz! Kicsit elpazaroltam egy pár golyót. Van egy ilyen fás dolog, ahol végtelen fát tudsz vágni. De gondolom az majd magasabb szintűnek kell lennem. Téged csak úgy. Mi ez tartásból? Mi ez tartás véget nagyon vertelek? Na szerzünk alkatrészt, hogy tudjunk csinálni még pokébolt. Egy macskát elfogsz, hasznos, sok mindent tud. Mindjárt elfogunk egy macskát, csak előbb elkezdjük fejleszteni, megnézzük, hogy mi kell ahhoz, hogy fejlesztjük a bázist. Abszolút el tudom képzelni egyébként, hogy Avid miért csavarodott rá erre a játékra. Abszolút. Abszolút el tudom képzelni, hogy Avid miért csavarodott rád. Rá. Erre a játékra. Ez házhoz jött a pofonért. Ó, miatt megérkeznek a csirkék, gyorsan rájuk dobjuk azt a dolgot, mert megjönnek a csirkék, akkor akkor azok szétszedik a macskát. Oké. Okay. Miss click. Azt hitted, szabad vagy mi? Oké, okay, szóval, van egy cicánk, aki gyáva egyébként. Hogy minden abszolút király legyen és egyértelmű. Honnan tudjátok, hogy mit tud? Ó, azok az ikonok lesznek ott, amik... Aha. Kerítés, ez az dolgozik ott a dolog. De jó lenne, ha tudnám, hogy az az ikon mit jelent. Hogyan tudnám rávinni az egeret? Hogy ki írja, hogy ez az ikon mit jelent? Ja, hát véletlenül se enged. F és ráhúzod az egeret. F. Oké, okay, itt már... Oké, okay, tud bányászni. Tud gyűjtögetni. Tud dolgozni. És szállítani is tud. De nem tud ültetni, meg locsolni, meg áramot termelni. I don't know about you. Na mindegy. Szóval, next. Base upgrade. Build a feed box. Build a straw pole bed. Oké, okay, abból megvan kettő, de három kell, de ez csak azért van, mert most be tudunk aktiválni még egy állatot. Oké, okay, te egész jól vagy. De van magasabb szintünk. Te egész jól vagy. Menjél, érezd jól magad. Mindjárt kapsz ágyat. Amint rájövök, hogy hol az ágyad. Nincs elég fa. Oké, okay, akkor először csak legyél stresszes, aztán majd később érezd jól magad. Szia, Kinguka! Sokkal jobban élvezem ezt a játékot, mint gondoltam, hogy fogom. Pedig még fegyverem sincs. Ami egyébként azért elég felháborító, tehát hogy én azért itt a játék ezen szakaszán már el tudtam volna képzelni, hogy lövöldözünk. Szia Poppy! Ez egy tök menő játék! A Nintendo hogy még nem küldte rá ninja-t a fejlesztőkre? Szerintem nem tudják feltétlenül, de hogy készült hozzá egy mod, ami ténylegesen Pokémon dolgokra cseréli ki a dolgokat, és arra a modellre legjobb tudomásom szerint már ráküldték. Vagy legalábbis az a modder azt kommunikálta a világ felé, hogy ő rá már ráküldték.
Tudom mi ez, de neked eddig hogy tetszik? Szerintem tök menő! Arra a modellre ráküldték, de a Pokémonban nyugodtan én szerintem ott valószínűleg az van, hogy valami másik játékból szedtek ki. Nem olvastam el a cikket, de ha nekem tippem lenne, akkor az az lenne, hogy valami másik játékból szedtek ki a modelleket hozzá. Ami nyilvánvalóan clearly nem egy jó gondolat. Mert ugye a Pokémonban, mint a Minecraftban ott teljesen egyértelműen ezt nem lehet megcsinálni. Tehát, hogy érted, hogy nem fogod tudni. Szóval valószínűleg egyébként biztos vagyok benne, hogy árgus szemekkel figyelik ezt a projektet is. És ha találnak benne valami olyat, ami miatt bármit tudnának csinálni, akkor valószínűleg szerintem megcsinálnák. De ez nekem csak egy teóriám. Tehát, hogy abban biztos vagyok, hogy nem örülnek neki nagyon. Most függetlenül attól, hogy érted, jogilag tudnak-e valamit csinálni vele, vagy nem, abban biztos vagyok, hogy nem örülnek neki nagyon. Ez jó sokáig sül ez a dolog. Készítők alaposan utána értek, hogy milyen mértékben kell változtatni a dizájnon, hogy már ne lehessen perelni szabadalmi jogok miatt, ez nem szabadalom. Így legalapvetőbb érve a per mellett nem működik. De nyugodjatok meg, hogy komoly pénzeket fizet a Nintendo jogászoknak azért, hogy találjanak kapaszkodót. Biztos vagyok benne, közben ha jól tudom, amit utoljára láttam, 2 millió eladott példány fölött jár a játék. Tehát, hogy közben szemmel láthatóan amúgy van erre igény, és hogy tökre jól működne valami... Már 4 millió fölött van? Amikor utoljára néztem, 2 milliónál volt. Már 5! 5 millió eladott. Jézusom! Nagyon menő. Én egyébként örülök, amikor így jól megindul egy játék. Az a baj, ilyenkor jön az, ami például a Valheimmel volt. Ami egy ilyen szerencsétlen dolog igazából. Aha, azt tudod, ki fogja majd lesütni. Majd valamelyik állatunk. Hogy ugye az elején tök jól összejött rengeteg eladott példány, viszont a csapat ettől függetlenül ugyanazokkal a limitációkkal küzdött, szóval, hogy hiába van végtelen pénzük, ha akkor tudnak csak ugye felvenni új embereket, mert hogy csak akkor tudnak csak tovább lépni, ha felvesznek új embereket, de nem feltétlenül akarnak felvenni új embereket. És akkor ugye ennek van egy ilyen... problémája, vagy potenciális problémája, hogy az emberek azt várják, hogy attól, mert sok... azt hiszem meghaltam. Hogy attól, mert nagyon sok pénzük van, attól mondjuk felgyorsa a fejlesztés. Itt nem tudom, hogy itt mi a helyzet, félreértés ne essék. De hogy a Valheimnél ugye az történt igazából, hogy nem nőtt meg, tehát nem gyorsult fel szignifikánsan a fejlesztés. Éhen fagyott! Szóval elefáni, az elefánt vajon mit tud akkor, hogyha elkapjuk? Mert mi nem kapjuk el, de ha véletlenül elkapnánk. És enni ki fog. Oké, ez most egy kicsit az én hibám volt. Ez nem az. Mely kicsit alatt azt értjük, hogy nagyon. A Valheimbe is bukott? Dehogy is! A Valheim még mindig készül, most már nem érted, most már nincsenek, tehát hogy... nincs akkora hype-ja. Tehát, hogy elmúlt az igazi, az a brutális erős hype-ja. De hogy közben a Valheim fejlesztői valószínűleg kiszedtek belőle annyi pénzt, hogy életük végéig nem kell dolgozniuk semmi, hogyha nem akarnak. Tehát, hogy semmilyen értelemben nem... És a Valheim a továbbiakban is egy nagyon jó játék egyébként. Tehát, hogy... a tüzes rókát, ha beteszed a bázisra, akkor kiteszi a húst. Akkor kisüti a húst, amit tettél. Hova kell tenni hozzá a húst, hogy kisüsse? Ha oda beteszem a tűzhelyre, akkor oda megy majd a róka, és elkezdi így kisütni?
És a dobozokat teszek a farmok mellé. Tehát ha ide teszek például most egy dobozt. Ide mondjuk a bejárat mellé. Huszonegy éves élő, sőt virágzó széria 76 címet produkált szerte a különböző platformokon, ezek együttesen pedig több mint 300 millió, nem elírás, 300 millió példányban találtak gazdára. A Pokémon brand egyébként iszonyatosan erős. Iszonyatosan erős, és egyébként egy hasonló játék, most nyilván nem fegyverek, meg ilyesmik, de hogy egy hasonló játék, az egy hatalmas kihagyott zicser. Van Pokémon játék, csak Nintendo-ra. Ez az open world, ilyen open world survival Pokémon játék. Ez a ilyen kategória játék nincs. Van Pokémon játék nyilvánvalóan, persze, ebben teljesen igazad van. Pilled a feedbox, azt gyorsan megcsinálom. Biztos, hogy van valami jobb elrendezés. Hoppá! Hogy befejezted ezt? Jó, hát... no, srácok. Számít, hogy mit rakok oda? Mert mint úgy értem, az számít-e, hogy mit rakok oda dolgot, hogy... alapvetően nyilván számít, hogy mit rakok oda, de számít, hogy... Tehát, hogy van... vannak állatok, amiknek megvan adva az, hogy mit esznek? Nézni kell, hogy melyik állat tud pakolni, azok fogják elpakolni az adott dolgokat a tárolóba. A bárányok tudnak pakolni, tehát hogy ő például, ő tudna pakolni, nem? És most azt hiszem el is kezd pakolni. A bárányok tudnak pakolni. Életveszélyesen megfenyegették Szia Szupétert Ukrajnából, jaj, de sajnálom. Jó, egyébként ne fenyegessünk senkit életveszélyesen. Kivétel őt. A valakit. Oké, okay. Odarakjuk a tüzes rókát, akkor ő most elmegy és elpotyogtatja az es... Ó, nézzétek, hogy süti a bogyókat! Szia, Flo! Hát ez mennyire menő! De neki az elsődleges munka, ó, hogy megvan így a prioritási sorrend. És ő a farm. De ha lesz cicánk, tehát hogyha elszabadítjuk a cicát, akkor a cica majd tud pakolni. Igen. Ilyen Feri is pakolt, Kati, az összes bárányt tud pakolni, csak az ezzel a helyzet, hogy ők elsősorban a farmon dolgoznak, ami azt jelenti, hogy gyapjút termelnek, és másodszorban pakolnak, ha nincsen hely a farmon. Ami azt jelenti, hogy nem fog elpakolni a farmról. Jobb is, ha a bárányokra bízod a pakolást, ők nem köpnek be, hogy megint rendetlenség van a ládákban, mert ugye a bárányok hallgatnak. Oh god. Oké, hol a berry farm? Unlockoljuk azt a berry farmot. Meg a harness-t, hogy legyen lángszórunk. Workbench nekik. Ó, logging site. Az azért király, mert tudunk fát vágni. Viszont kell egy extra ágy. Miért az az érzésem, hogy bizonyos idő után gyakorlatilag ágyak fognak állni mindenhol? Ó, nézzétek, hát mert szalad is a bárány! Jövök! Tak!
kiveszed az egyik csirkét, tudod, tényleg a csirkék mit csinálnak? Építhetne, ó, mindjárt építünk neki egy karámat. De hogy nem lehetett ilyen fedett izére berakni egyébként. Oké, na várjál, először is. Sefterünk egy csirkét ki. Berakjuk a macskát. Macskának gyakorlatilag azonnal dolga van. Megy kakkantani, hogy szalad. Szerintem őt nem érdekli az a láda. Oké, mi van akkor, ha beteszem ebbe a ládába a tojást? És a gyapjút. És akkor mostantól oda kéne gyűjteni a tojást és a gyapjút. Illetve a következő kérdés, hogy ezt ugye össze tudom szedni, hogy be tudom állítani, úgy, és akkor ő most már sütheti is a tojásokat. És ide pedig be tudom rakni a berriket, hogy egyenek, ha akarnak. Már a másik ládában van gyapjú és tojás. Annan megkiszedem, mert mint hogy mindjárt, mert hogy ne menjen azért körbe. Oké, az a csirke az éhes volt, el is ment enni. Hát ebben aztán nincsen gyapjú és tojás, abban biztos lehetsz. Oké, berry farm. Csináljunk berry farmot. Szedjünk követ, és aztán csináljunk berry farmot, úgy értettem. Szeretném a cicát elnevezni Sanyinak. Oh. Bekre. Oké. Okay. Jó, elnevezem Sanyinak, illetve Bekrének elnevezek valamit. Egy bárány lesz az valószínűleg. Ha itt most eldobnám a követ, akkor szerintetek a bár... Hol a cicánk? Valószínűleg csinál éppen valamit. A fát lerakjuk ide. Követ lerakjuk ide. Cica bányászik is. Így magától? Oké, ez a parti. Ez nem az, amit keresünk. Ó, hozza a fát! Hát megáll az ész. Oké, cica. Hogyan tudlak elnevezni? Ingyen rájövök, hogy hogyan tudlak elnevezni. Be kell rakni a partiba ahhoz, hogy el tudjalak nevezni? Mert azt tudom, hogy a partiban el tudlak nevezni. Sanyi. Mehetsz oda-vissza a bokor ugrálni. És akkor az egyik bárány az lesz a... Miért van nálunk két bárány? Egy bárány magunknál tartunk már csak a... Hát azért, hogy elnevezzük nyilvánvalóan. Bekre. Oké, okay, és aztán mehetsz is visszadolgozni, haver. Hogy. Partiban is írnak. Azt láttam egyébként, igen. Ha itt a piaci résekre beszélünk, kevés jó open world survivor game is, szóval ez szempontból is nagy nyertes ez a game. Mert mint hogy... ez most egy vicc, ugye? Mert hogy abból azért elég sok van. Oké, ott tartottunk, hogy berry farm. Oké, ez hála az égnek nem nagy. Aki a bogyó farmon dolgozik, legyen ka. Jó, aki a bogyó farmon dolgozik, az... Szeretnék egy kicsune nevű tűzrókát. Egy tűzrókánk van, úgyhogy ezt meg is kapod. Kezdők megépítik, és a tűzróka. Kérdés az, hogy át lehet-e nevezni a tűzrókát úgy, tehát hogy bármelyiket át lehet-e nem a parti nézetből. Nem, mint ha egyébként nem tudnám kiszedni, meg ki tudom szedni, és akkor utána visszarakom dolgozni majd. Kicsune. Nem így írtad. Kicsune.
H-I-T-S-U-N-E-N-E. Oké. Okay. Úgyni, tessék, már a tiéd is a tűzrókkal. Attól megy vissza dolgozni. Van egy érzésem, hogy itt mindenki tüze izét fog el... Hoppá! Nem azt terveztem! Nem azt terveztem ráengedni, amelyiket sikerült ráengednem. Oké, okay. Ne, ez nem misclick volt, most direkt elengedtem. Vagy direkt... Oké, okay, senki nem tud szerintem ültetni és öntözni. Mi ez a game? Ja. De tud. Ki tud öntözni? A cica? Amit eltaláltál, az kell a farmra. Azt gondolom az összes... Pingvin tud öntözni. Gondolom az összes kell a farmra, srácok, szóval. A pingvin. Jó, mindjárt elültetem, és aztán... Oké, okay, ez meg lenne, és aztán pedig elszabadítjuk. Először is upgrade-eljük a bázist. Palgear Workbench. Build a Statue of Power. Oké, okay, kicsit fura nekem ez a játék. És aztán mehet a pingvin öntözni. Jó, ebben a játékban nem lesz könnyű steel képet lőni egyébként. Jó, ez... Te meghaltál? Hogy veled mi van? Lehetne, hogy máshol vergődsz? Ez jó, mit csinált ott egyébként a... Franyó buta, köszi szépen a 44 hónapot, nagyon-nagyon király vagy. Oké, okay, szóval ott tartottunk, hogy szeretnénk építeni egy fafarmot. A videójáték nem ragaszkodik hozzá, hogy építsünk fafarmot egyébként. Viszont ahhoz igen, hogy ilyet építsünk. Cloth. Oké, okay, hogyan lesz cloth? Szóval nekünk van ilyen cuccunk. De ez nem cloth, ez csak valami alapanyag. Valószínűleg ebből fogunk tudni... ...craftolni. Télapód ajándékot kap, könyvszíme, amit keresett a előtt karácsonyra. Télapó 12 ajándéka egyébként, és megvan már. Angolul. Ami részünkre teljesen oké, és el tudom... Vagy télapó 12 ajándékot kap, vagy télapó 12 ajándéka, valami ilyesmi. Oké, okay, ez megvan, ez akkor itt gondolom nő, és aztán lesz belőle Barry. Az ott a továbbiakban is ki van terülve. Mindenki cipel mindenhova mindenféle dolgokat. Nagyon lelkesen dolgoznak egyébként. Oké, okay, teszünk ide fát. Azt kéne kitalálni, hogy hogyan lesz nekünk. Van elegendő kajátok? Ki akar nyers tojást tenni? Tessék. Azt látjátok, hogy ez közben csak úgy elkezdett magától követ szedni? Hát ez mennyire menő.
Oké, teszünk ide fát, és akkor elméletileg itt lehet végtelen fát termelni. Mintha egy kicsit lángolna a macska. És akkor megjött az összes haver arc megjött, aki tud segíteni ennek az elkészítésében. A kajákat alapból az ételtárolóba viszik. Oh. Gyerek, hogy mennyire kapja már most oviban az angolt? Nálunk bölcsiben van egyébként, és mi nem toljuk neki az angolt itthon. Tehát, hogy találkozik angollal, mert mit tudom én, néz videókat. Meg találkozik angollal, mert nyilván valamennyi angollal találkozik. De... De hogy így mi nem törjük magunkat azon, hogy ő így extrában találkozzon angollal. Ezzel kapcsolatban egyébként nincs akkora szakmai egyetértés abban, hogy ez most jó-e vagy nem. Nyilván abban, ha az más kérdés, hogyha két nyelven tudnak anyanyelven a szülők, tehát hogy itt a kérdéskör inkább akkor van, ha alapvetően nem tudnak két nyelven a szülők, vagy értetek, nem két külön anyanyelvűek a szülők, hanem tanulták a nyelvet. Szóval, hogy ezzel kapcsolatban nincs akkora megegyezés a... Nem tudom. A szakmában dolgozó, vagy a témakörrel foglalkozó szakemberek között, mint amekkora megegyezésre utalhatna például az, milyen magabiztosan mindenki állítja, hogy annál nincsen jobb, hogyha most azonnal elkezd a gyerek végtelen mennyiségű nyelvet tanulni. Szóval ez egy ilyen tekintetben ez egy kérdéses dolog. Mi úgy döntöttünk, hogy nem, de ettől függetlenül valószínűleg... Stop, Soros, kösz szépen a 16 hónapot, nagyon nekire vagy. Ettől függetlenül valószínűleg előbb vagy utóbb nyilvánvalóan valamilyen úton, módon meg fog jelenni a nyelvtanulás közte az angol. Ez valami Pokémon játék? Ez valami olyan. Kivétel, ha a Nintendo vagy. Mert ha a Nintendo vagy, akkor nem. Ha asszony pajtásod a Nintendo-tól van, akkor mondd meg neki, hogy ez nem Pokémon játék. És egyébként pedig mélységesen felháborító egyetlen a feltételezés, hogy lenne Pokémon játék. Lennék a Nintendo. Oké, mondjuk já. Oké, tudjátok mi az, mire nem jöttem még rá? Hogy hogyan kell csinálni... ezt. Most már rájöttem. Oké, azt most... Ó, ott lehet váltani azt, hogy melyik Pokémont idézzük elő. Aha, és megjelent itt. Nagyon jó. Már mehetsz is, haver! Szüleim nálam beadták a 200 IQ stratégiát, lehetett választani angolt vagy németet első idegen nyelvnek általánosból, és angolul úgyis megtanul, majd alapon beraktak a németes csoportba, lett is belőle nyelvvizsgám. Én németet tanultam egyébként. Én személy szerint németet tanultam általános iskolában, tehát 8 évig tanultam németet. Nincs belőle nyelvvizsgám egyébként, és valószínűleg nagyon rá kéne tanulnom, hogy nyelvvizsga legyen belőle, de ahhoz, hogy például mondjuk el tudjak kezdeni kommunikálni, ahhoz valószínűleg annyira nem kéne nagyon rá tanulnom. Az élet túl rövid, hogy németül tanuljunk. Erről mindig az izé jut eszembe. Van egy Gamescom-os élményem. Ez Tasika, ez azt jelenti, hogy szeretnél egy valamit. Nem tudom, hogy az Ausspülung mi. És nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy azt jelenti. Ez a kérdés, hogy azt jelenti. Jól emlékszem, hogy azt jelenti? Beöntés! Ó, egy beöntés!
Nem, azt tényleg nem tanultam soha. Mennyire király, hogy ez tűzzel süti a tajást, az vízzel fröcskeli a dolgokat. Ezek mi hogy állunk? Gear workbench, statue of power. Oké, a workbench-et azt már meg tudjuk csinálni. Tévedte Viktor, mi van a klasszal? Ó, nem gyűjtöttem még be. Olyan van, olyan állat, aki tud így begyűjteni? Tehát, hogy ne nekem kelljen kivennem a dolgokat innen konkrétan, hanem ő nem tudom, kiveszi valahogy. Ők szerintem a fal másik oldaláról ütik. Azok a 70%-ok, meg 79%-ok, meg ilyenek, azok mit jelentenek? Jelenti talán, hogy kezd éhes lenni? Fáradt? Csak te tudod kiszedni. Oké. Az a sanity-e? Ó, hogy a sanity-e? És mitől ilyen alacsony bizonyos állatoknak a sanity-e nálunk? Ó, ja, nézem, igen, nézem a... Aki a bogyófarmon legyen, az legyen ka. A pingvinünk dolgozik a bogyófarmon. Szóval nyilvánvalóan ő lett az, aki... De ő már el van nevezve. Nem tudom a bogyófarmosat elnevezni sajnos. Most egyenlőre. Ha lesz mamut, akkor mennydörgésnek szeretném elnevezni. Hát azért az arrébb van. Van valami eszméletlenül buta tekintetű dino. Na olyan, ha lesz, akkor legyen pölös a langlager. Jó. Még egyenlőre nincs. Oké. Okay. Statue of Power. Hogy lehet elnevezni? Én azt tudom, hogy ott így, érted? Ki lehet találni. Quirit, kösz szépen a 9 hónapot, mert mint hogy a partiban, amikor a partitban van, ott meg lehet tenni a nevét, és át lehet írni. Lobinak, kösz szépen a 10 hónapot, nagyon király vagy. Szerintetek zavarja őket, hogy itt nincs nagyon meleg? Mert hogy őszintén szóval tudok nekik csinálni itt is nagyon meleget. De lehet ruhát kraftolni egyébként. Az biztos, hogy lehet ruhát kraftolni. De ami az igazi kérdés, hogy akkor most parasútot is lehet. Oké, akkor azt megtanuljuk, hogy azt lehessen. Statue of Power. Megtanuljuk a Statue of Power-t. Vajon melyikben van a pal... Áno, ide tesszük az út mellé, srácok. Ahova le fogjuk tudni rakni, oda tesszük. Meddig vagyunk ma? 9-ig. Szerintem, nekem most ezzel a játékkal kapcsolatban egyébként az az érzésem, hogy amúgy így haladunk. Tehát, hogy így
hogy így alapvetően értitek, hogy haladunk. Jobban haladunk, mint egy csomó játékban. Tehát a Cult of the Lamphoz jött Sex Update? Nem, igen, nem csak az, de igen. Ruhát, pajzsot és glidert craftoljál minél előbb magadnak. Oké, nincs olyan lehetőség nálam a névnél, hogy edit. Mindjárt megmutatom, hogy én, hogy hol editálom, és akkor meg tudod nézni, hogy az van-e nálad, vagy csak valami bezavar, szóval, hogy érted. Mindjárt megnézzük, hogy mit tudunk tenni. Oké, én ahol editálom, az ugye party, itt és ott van az edit gomb. A partinál kiválasztom, rákattintok, és ott van az edit gomb. És nekem ott van mindegyiknél. Ezt még mindig nem öveztétek át? Ó, lehet, hogy a game... Ó, lehet, hogy a game passos verzióban nincsen. Én a Steam-es verzióval játszom. Veszünk fel valami ruhát, srácok, ezt lecraftoljuk addig, ameddig ez... Ó, el is mehetnék aludni. El is felejtettem, hogy lehet aludni egyébként ebben a játékban. Nem először felejtettem egyébként el. Ó, és a pingvin már csinálja is a ruhámat. Hát megáll az ész. És közben a sanity-e is felment, szóval valószínűleg akkor ez így rendben lesz. Ő meg gyűjt nekem fát? És abból meg megcsinálom az ágyát. Ő meg leszedi a bogyókat. Hát itt minden rendben alakul. Várjál, hogy meg lehet sima... Oké, mindegy. Oké. Húúúú, az egy ruha lett. Oké, ő szedi a... Ó, és én meg gondolom nagyon... Értitek, nagyon megalázónak tartja, hogy a másik szedi a fát nekem. Hello! Hogy itt jeg? Készülgetünk? Na csinálok neked belőle ágyat. Azt meg megcsinálja a pingvin, meg egyébként szerintem megcsinálja a macska, meg a bárány is segítene. Csak a bárány eszik. Oké, kérdés. Megromlanak-e a kaják? Oké, most megint mindenkinek van ágya. Fantasztikusan jól állunk. A róka szeni... Tie, az is 100%. Jó, hát akkor minden rendben. Meg. Igen, nekem úgy tűnik, hogy ott nagyon tüntetően visszaszámol, szóval, hogy azért ez ott sejthető, hogy meg fog romlani. Oké, megfelelően szét van szorra mindenféle állat, és kéne a farmra olyan trutymák. Lehet, hogy itt lenne az ideje, hogy szerezzünk egy trutymákat. Várjátok, F. Flame organ kéne, meg paldium fragment hozzá, és akkor tudnék egy hámot csinálni a rókára. És valószínűleg akkor tudnám lángszórónak használni. Na jó, menjünk, verjünk el egy olyan cuccot. Azt hiszem, itt mindenki tükörtojást fog enni, srácok, ebben a nyomajás csapatban. Valamerre erre felfele is találtunk olyan takony dolgokat. Az is számít, hogy... Valószínűleg számít. Szinte biztos, hogy számít. Mehetünk akár lefele is, megnézhetjük, hogy arra is mi van. És akkor megyünk legalább egy új helyre. Ez online vagy full offline? Én egyedül játszom, de lehet egyébként többet magaddal játszani. Én nem tudom, hogy kompetitív oldala ennek van-e, vagy érted úgy, hogy mások ellen játszani? Én szerintem az talán nincsen. De lehet, hogy tévedek.
Ami biztos, hogy van, az az, hogy együtt játszol valakivel. Egyébként el is kéne adja bugyánunk tűzrókát is. PvP is. Van benne PvP? Ó, mert hogy nem arra van betöltve. Aha. Oké, hirtelen nem értettem, hogy miért nem jön előre. Szerintem átraktam a bárányt békésre. Úgyhogy mindjárt visszarakom békésről. Na szóval, hogy ennek most konkrétan a szervei kellenek, ezeket most nem akarjuk elkapni. Hanem ahhoz, hogy hámot tudjunk craftolni, ahhoz ugye szükség van rá. Érted, ami kérdés, hogy vajon hol laknak azok a sárlény? Ott egy sárlény. Azt a sárlény tud közben leszedjük. Szerintem lehet, hogy meg is van a megfelelő mennyiségű cuccunk. Csak Feri van nálunk? Igen, most csak Ferit hoztam el. Egy olyan szarvast egyébként szívesen megnéznék harc közben, az azért elég hatékonynak tűnt. És ha még egyet megölünk el, ahogy egyébként Feri nincs jól. Azt nem hiszem, hogy azt is meg kell ölnünk. Azt a csirkével mi bajod volt? Na jó, van, gyere Feri, megyünk, összeszedjük az agyag emberkét, mert elméletileg ő is hasznos lesz majd a partiba. Elég erős ez a szarvas. Hát az én szarvasom az biztos, hogy... Oké, szerintem valamit rosszul állítottam be ezen a cuccon. Nem hoztam labdát. Hogy fagyott el a labdám? Mert azt leszámítva, hogy elfogyott a labdám, csak béna vagyok. Lehet, hogy csak leraktam. Ó, hogy hozzávágtam a csirkéhez, és hogyha rádobom, akkor konkrétan azt az enemit fókuszálja. 4 fős kóp van hozban, official szerveren 16.32. És gondolom a 16.32-be abban már belefér az, hogy egymást tölik az emberek. Vagy legalábbis nekem ez logikusnak tűnne. Aztán lehet, hogy beszélünk majd srácok Dízellel, hogy összehozzunk egy kópot, nem tudom, hogy működik. Szerintetek ebben a ruhában is fázunk mindenhol éjszaka? Közben lehet, hogy fázunk egyébként. Cső! Oké, most már biztos, hogy a rókahámhoz megvan minden alkatrészünk. Most visszamegyek, csinálok egy pár labdát. És aztán megpróbálunk elkapni még egy ilyen iszap emberkét. Bencix, nagyon-nagyon szépen köszönöm az 53 hónapot. Nem kéne valami erősebb fegyó? Hát én még nem nagyon tudok craftolni erősebb fegyót, de lehet, hogy azért, mert a technológiában nem fejlesztettem ki. Hát az I, yes. Van az I, az biztos, az nyilvánvalóan erősebb. És egyébként nem is kerül semmibe, szóval. Mondta Viktor, és elköltötte az összes technológia pontját egyébként. De hogy az összeset.
elrontottál, Viktor, megyek én is parvördözni. Szerintem így terjed most ez a játék. Én abszolút ilyen FOMO-ból próbáltam ki, hogy ez a Fear of Missing Out. Tehát, hogy attól féltem, hogy valami olyan játék, amit egyébként élveznék. És akkor ez így nem, érted, nem játszom. Tehát, hogy ez a játékoknál, ez a streamereknél esetében, streamerek esetében ez nagyon gyakran ugye előfordul. Hát ez a probléma, hogy tudjátok, mindenki rá van kattanva valami játékra, és amiatt kezdesz el azon kattogni. Tehát mondjuk eredetileg nem akartál valami játékkal egyáltalán játszani, és akkor azért kezdesz el kattogni rajta. És milyen igazad volt? Egyébként most igazam volt, de amúgy volt egy csomószor, amikor nem. Tehát, hogy volt, szerintem volt már egy csomószor, amikor kipróbáltam valami játékot, mert mindenki akarta játszani, meg mindenki játszotta, meg mit tudom én. És nekem meg pont nem feküdt annyira. Szerintem 60 eurón is vitték volna, mint a cukrot. Szerintem is, de közben nem, tehát, hogy... Közben egy nagyon nagyot javít a játékon az, hogy 30 euró, illetve 26 jelenleg, mert egy kicsit... ez egy Pokémon árk? Kamikaze, ez egy Pokémon árk. Tehát, hogy igen. Wow, mennyi fát termelt. Oh god, el se tudom vinni. Majd elhordja valaki. Várjátok, nem az egészet dobom el, csak a felét. Jó, így már tudok mozogni. Csú, az a cica, az ott megváltja közben a világot. Egy kicsit, ahogy nézem egyébként így az alapnyersanyagokból, az nagyon-nagyon sokat, ami nem feltétlenül baj, de így az alapnyersanyagokból így nagyon-nagyon sokat termelnek. Így nagyon-nagyon gyorsan. De lehet, hogy közben a későbbiekben majd egy csomó mindenhez kell. Rengeteg, és akkor ott lehetséges, hogy ezzel nem lesz igazából probléma. Az árkban a lények automatán tudnak bármit csinálni? Én szerintem nem. És ez valóban egy határozott különbség, ebben teljesen igazad van. Oké, okay, hear me out. Oké, okay, nem craftolok. Oh, wow, ez azért kell ennek. Common shield. Mint hogy ez az én shield nem lesz. Jaj, ember, aki nem nagy Pokémon fan, annak mennyire lehet élvezhető játék? Én nem vagyok nagy Pokémon fan, egyébként. Szinte semmit nem tudok. Tehát, hogy... Néztem az első generációt, nem is tudom, hogy működnek a generációváltások, hogy több évad van-e, vagy mit tudom én. De hogy én azóta így kiestem a dologból, és én szerintem ez egy tök élvezetes játék, mint survival játék is. Tehát az, hogy gyűjtögeted a különbözőket, nézegeted, hogy mit tudnak csinálni. Én szerintem ez tud egy olyan embernek is nagyon szórakoztató lenni, aki nem nagy Pokémon fan. Már csak azért is egyébként, mert mondom, én nem vagyok. Én egyáltalán nem gondolom magamat, vagy nem. Ja, én egyáltalán nem gondolom magamat nagyon nagy Pokémon fannak. A legtöbbnek nem tudom a nevét, de hogy még abból az első generációból sem, amit konkrétan ismerek. Tehát, hogy értitek, még onnan sem tudom mindenkinek a nevét. Hány palfajta van? Nem tudom. Srácok, hány palfajta van? Én nekem 75 rémlik, de nem tudom, hogy honnan, és nem akarok így a seggemből előrántani neked egy számot. 111. Rosszul rém lett. Rosszul rém lett, azt hiszem. Ezt kijelenthetjük. Én már nem is craftolok. Jöjjön csak valaki, azt csinálja meg. Elfáradt közben a cica. Most átjön, jön és átveszi a pingvin.
Na, az a feltételezésem, hogy ennek jobb lesz a sebzésem. Ó, oh, és labdákat nem csináltunk. Hogy mehet a Penguin craftolhatja a dolgokat, és közben megnézhetnénk azt is, hogy mi kell a fejlesztéshez, mert ez nem... Stone Pit. Uh-oh. A Stone Pithez fogadjunk, hogy valami technológiát ki kellett volna fejlesztenünk, amit nem tettem meg. És nincsen rá pontom, mert... Várjátok? Nem, ki van fejlesztve? Azoknak nem mutatja a pont, akkor ki van fejlesztve? Production... Nem, nincs kifejlesztve. Oké, akkor valószínűleg azoknak nem mutatja a pont értékét, amiket... nem tudunk kifejleszteni, és azoknak sem mutatja, amiket... ezen tudunk majd lovagolni! Tudjátok, milyen, melyik játék az, ami újra és újra eszembe jut, hogy szeretnék vele játszani? Az Immortal Phoenix Rising. Tehát, hogy így az a helyzet, hogy az Immortal Phoenix Rising, az így újra és újra eszembe jut. Hogy azt a játékot, azt így alapvetően tökre élveztem, és tök szívesen játszanék vele. Oké, okay, ezt viszonylag gyorsan legyaláztuk szegényt. Nem kellett volna feltétlenül. Labdát nem szerettél volna vinni? De még mindig szeretnék. Bár ha most csak XP-re megyünk, akkor nem kell feltétlenül. Hozhatnánk egy másik rókát, amit nem a bázison akarunk használni, hanem viszünk magunkkal. De nem hoztam labdát, szóval nem fogunk most hozni egy másik rókát. Ó, oh, wow, te tudsz valamit köpni is? Oké, okay, értem, hogy két szinten nagyobb, de azért így alapvetően elintézi. Level 8-nál szerintem meg lesz a pontunk. De attól függetlenül hozzunk. Ó, oh, ott van valami új. Ez olyan, mint egy... Ez egy... Szerintem az nem a szarvas. Kicsit fura egyébként nekem ez a nem írja ki, hogy... hány pontba kerül akkor, ha nincs elég pontod rá rendszer. Ez alapvetően nem a legjobb megközelítés szerintem. Szarvas messziről észreveszed. Igen, és annak meg közben lehet látni, hogy az, hogy nincs agancsa, ugye? Beraktam minden kaját. Vissza az egész! Nekem is kell kaja. Hogy? Mindenki sült tojáson él. Oké, a szferek közül nincsen meg mindegyik, de megvan majdnem mindegyik. Hogy, most megvan mindegyik. Mehetünk, foghatunk be újakat, csak azért, hogy legyen, meg... az a szarvas egyébként, ez egy nagyon jó deal volt. Lehet, hogy kéne egy kisebb szarvas szereznünk arra, hogy fát vágjon. Szerintem az jobb lenne. Nekem az a teóriám, hogy fát vágni egy jó rosszabb szarvas is tud. A halott róka? Tehát ezekkel a halott állatokkal így lehet valamit csinálni? Én adnék XP-t, ha én lennék az ő. Nem írta ki, hogy adott volna XP-t. Mert ezeket meg lehet valahogy gyógyítani, vagy ilyesmi? Mert úgy fekszenek ott, mintha várnának valamire. Igen, tehát hogy... Szerintem nekünk most nem kell feltétlenül még egy pingvin.
nekünk most elsősorban az XP kell. De ebből például szívesen vinnék egyet. Ebből szívesen vinnék egyet csak azért, hogy megnézzem, de akkor mindegy. Maybe next time. Fast Travel Unlock effekt kicsit zeldás volt. Szerintem nem is kicsit. Szerintem nagyon zeldás volt. Én szerintem ők nem így... Szerintem ők nem nagyon zavartatják magukat azon, hogy fognak egy halom jó játékot, és összelopnak belőle egy halom játékelemet. Tehát, hogy én nekem az az érzésem, hogy így nem zavartatják magukat igazán ezeken a dolgokon. Oké, ugye meg lesz az a 8-as szint. Az nem lopás, hanem megikletődés. Ennek a határai nagyon vékonyak. Azt akartam mondani. Szia Balázs! Mi a helyzet? Hogy vagy? Hogy van a család? Üvölte még a gyerek. Őket el kell kapnunk. Hanyas szintű vagy? Hanyas... Oké. Okay. Cancel. Akkor megböködünk egy kicsit. Annak neki ment volna még egyet, aztán soha nem kapjuk el szegény szerencsétlent. Oké, ő megvan. Olvassunk róla dolgokat. Először is, nincs jó. Ó, hogy ő tud ültetni. Ő nem tud semmi más csinálni, csak ültetni. Meg harcolni nyilván. Biztos, hogy van valami speciális képessége. Nincs speciális képessége. Sandblast. Aha, megdobálja őket homokkal. Azért keményen tolodna. Hát azért Balázs, a ma reggeli stream nem es... Mert hogy nagyon jól esett, amúgy, tehát hogy félreértés ne essék, a ma reggeli stream az nagyon-nagyon jól esett. Végül, de hogy azért ott így arra így rá kellett vennem magamat. Tehát hogy ahhoz messze nagyon későn feküdtem. Ugye tegnap 23.55-kor ért földet a gépem, vagy 23... Nem, 23.30 valamikor ért földet a gépem. Éjfél után keveredtem ki a reptérről. Szerintem azt fejleszt ki. Ahhoz gyűjtöm az XP-t, hogy azt fejlesztem ki, mert elrontottam. Meglehetősen későn feküdtem. Na, köszönöm. Tehát ilyen azt mondja, fél három fele, és aztán 7-kor akartam kelni, de nem sikerült. De 7.50-kor keltem, és azonnal mentem a gyerekért, meg azt mondjuk, hogy tessék, ők a nagyszülőknél aludtak. Szedtem őket össze, és... Ó, megvan közben a level 8. És azt akartuk, hogy az legyen meg? Igen. Megvan a stompit. Mehetünk! Azért biztos, ami biztos. Értitek? Ki a kicsit nem becsüli? Na, és mentem a gyerekért, aztán vittük a gyereket bölcsibe, jöttem haza, reggeli, és kezdődött a stream. Szóval, hogy én már nem vártam meg, hogy megy a kocsi. Ja, mert Balázsra beszélgettünk, miután leszálltam a repülővel, hogy írta, hogy mennyire vicces lenne, nem azt írta, hogy mennyire vicces lenne, de hogy így nagyjából ez volt a lényege, hogy ha nem indulná el az autó. Mert ugye az autó az elmúlt, nem tudom, amióta elutaztam, azokat a napokat, azt a parkolóban, a reptér parkolójában töltötte. Tehát, hogy így, értitek. Az így a, az a rep... Oh, wow, az a nagy dolog is izgi ott. Azt akár le is tudnánk szedni szerintem nyilvesszőkkel.
És akkor visszaírtam, hogy ja, nagyon vicces lenne, vagy ha mondjuk ki kell kaparni ugye a jégből, vagy ha befagyott volna a kézifék, mert hogy behúzott kézifékkel hagytam ott, ahol hagytam. Annak ellenére egyébként, hogy hagyhattam volna kettesben, de elfelejtettem, szóval behúzott kézifékkel hagytam ott, és közben meg jött, értitek, a hideg, meg a hó, meg a mit tudom én mi. Szóval, hogy így elgondolkoztam azon, hogy az is elég vicces lenne, hogyha így nem tudom, befagyna a kézifék, és ugye hajnali kettőig volt kifizetve a parkolás, és akkor így láttam magam előtt, hogy tudjátok, hogy hogy addig van kifizetve a parkolás, és aztán aztán kifele még abból is probléma van, hogy mondjuk addigra nem sikerül elindítanom az autót. A zsigulin fagyott be utoljára a kézifék. Egyébként én sem látom magam előtt, hogy ez így megtörténjen, de hogy közben... Közben állnó. Kettesben? What? Nem egyesben? Szokás? Hogy őszinte legyek, halvány elképzelésem sincs. Mennyire vagy jó sofőr? Hát én nem vagyok ilyen izé sofőr. Tudod, ilyen elképesztő autóban születtem, autóban vagyok, autóban élem a mindennapjaimat. Bátrabb, mint gondoltam, de lehet csak a pesti forgalom teszi. A pesti forgalomban nem lehet nem bátornak lenni. A pesti forgalom nem működik úgy, ha nem vagy bátor. De hogy én így nem gondolnám magam rossz sofőrnek, de hogy nem is gondolnám magamat ilyen, tudod, ilyen én az autóval születtem szintű, nem tudom milyen jó sofőrnek. Nekem a múlt héten befagyott a kézifék. Úgy mentem az olyba a gyerekkel, hogy folyamatosan fogott. De mondjuk úgy viszonylag hamar ki kéne olvadnia, nem? Nem ezt akartam. Ezt akartam. Hoztunk egy halom ilyet. Szerintem meg fogjuk tudni csinálni majd a hámot. Ezt egy vidikiként. Én az van, srácok, hogy én Budapesten nőttem fel, Budapesten nevelkedtem, Budapesten... értitek, Budapesten biciklivel közlekedtem sok-sok évet. Szóval, hogy én nekem így ezzel ilyen jellegű félelmem nincsen. Nekünk is oda fábiánk van, be tud fagyni a fék, ha úgy hagyod. Nem sokszor, de néhány alkalommal előfordult a 24 év alatt. A lejtőn orral áll egyesbe, ha lejtőnek farral, akkor rüki. Így, ha meg is gurulna valami miatt az autó, nem hajtja visszafelé a vezérlést. Wow! Szabolcsi vagyok, de a pesti forgalom valami halálfutam. Egyébként szerintem nem az. Jártam már olyan városokban, ami az. Szerintem a pingvin el tudja vinni a fát egyébként. Jó, várjátok, ez teljesen felesleges, amit csinálok. Mert ugye most lerakom a... Vagy hát ez sem igaz egyébként, hogy jártam olyan városokban, ami az. Hanem az van, hogy nyilván értitek. Függ attól, hogy a forgalomnak mekkora tehát hogy mennyi autó jár arra. Nyilvánvalóan Magyarországon azért olyan nagyon-nagyon vészes másik települések. Tudom, hogy helyiként azért soknak tűnik a forgalom, meg mit tudom én, de hogy olyan szuper sok forgalom azért más településeken csak a nagyon nagy dugók idején van. Itt azért meg nagyon sok ember mozog. Ennyi egyébként. De hogy pontosan itt is ugyanaz van, mint bárhol máshol, hogy amúgy megölni nem akar senki. Tehát hogy ez egy másik kérdés, hogy most van, aki feszültebb, van, aki, tehát hogy könnyebben feszült valaki, ha végig dugóban áll. A dugóban a raszolás nyilván elhihettek, hogy én is abszolút utálom.
Én is mentem már úgy egyébként, hogy az egyik legelső utam a Skodával az úgy ment, hogy behúzom maradt a kézifék. Nem sokáig hála az égnek. És ilyen, tudjátok, ilyen kezdő idiótasággal. Szóval, hogy én szerintem nem érzem olyan szuper vészesnek a budapesti közlekedést, mint budapesti. De abszolút el tudom képzelni, hogy vannak, nem tudom, városok Magyarországon, amikhez képest elég ijesztő. Oké, na akkor egy ágyat először is, ja nem várjatok, először is egy kőfarmot. Most már biztos, hogy van hozzá megfelelő. Átvisszük ide valahogy, berakjuk ide az összes nyomajás farmunkat egy kupacba, ha be tudjuk. Ó, be tudjuk! De valószínűleg könnyű, mert vagy sima, vagy akkora a dugó, hogy igazából nincs ez a lendület, hogy para legyen. Egyébként hozzá kell tenni, hogy a... Amikor mentem most például a reptérre, na az elég király volt. Tehát hajnali... Szerintem 2:30 körül indultam talán. 3:45 körül indultam talán. Nem, várjatok. 3:30-kor keltem. 3:45. 3:45-kor indultam. És így a reptérig összesen 3 autót láttam az én irányomba. Szóval azért olyankor nyilván értitek, úgy az M0-áson száguldozni az úgy elég fun. Oké, ki tud követ? A macska tud követ szedni, ugye? A macska tud követ szedni. Jó, akkor innentől kezdve, ha a macska ráér, akkor... Ha a macska ráér, akkor ide fogja hozni. És megpróbálok lerakni ide chestet. És megpróbálok hozni bele követ és fát. És akkor hát, ha ebbe fogják majd pakolni. Bizakodik Viktor egyébként. Nem, én ezt még nem látom teljesen magam előtt, hogy ez a rendszer hogy működik. Oké, hát ezt nem viszem itt sehova. Hogy mikor hova viszik, meg mi alapján döntik el. Van egy kakadó, aminek ha csinálsz kesztyűt, akkor tudod használni arra, hogy robbanó tojást lőjön ki. What? A lángszórós hámot még ki kéne próbálnunk, szerintem az vicces volna. Oké, okay, ez akkor megvan, akkor most reménykedek abban, hogy ezzel mintegy ki van jelölve, hogy mit és hova. Te meg szambázzál el az ajtóból, Izibe. És elviszem a maradék fát is oda, és pakolja szépen át a fát. Elég abszurd játék. Igen. Igen, eléggé tele van fura dolgokkal. Szeretném azt a szarvast. A ládákban nem tudod kijelölni, hogy oda tegyék? Mindjárt megnézem. Hát ha van valami menő, amit csak nem láttam eddigre. Szortalás van, átvétel van. Múvolás van. Fibert se felejtsd el. Ott tényleg a Fibernek is ide kell kerülnie. Jó, hogy mondod. Nyilván ehhez szükséges. Én azt érzem, hogy nagyon edgy akar lenni, pedig nem azért nagyon jó, hanem annak ellenére. Én szerintem ez az abszurditás is ad hozzá egy ilyen extra kis humorfaktor, de tény és való, hogy nem váltja meg a világot. Vagy legalábbis amivel eddig találkoztam, az azért nem ilyen elképesztően hú-hú-hú-hű-hű-hű. Jézus Isten, hasamat fogom, úgy röhögök fajta vicces, de hogy közben vicces.
Build a crusher. Oh no, de béna vagyok, hogy az összes nyavajás pontomat elköltöttem. És gondolom mondanom se kell, hogy nem volt közte a crusher. De hál' az égnek van rá pontom, szóval nem költöttem el mégsem az összes pont. Viszlik. Szóval valaki gyártsa már le, én meg addig csinálok egy crushert. Mondta Viktor, de pont most költötte el az összes követ. Hé, cica, nem akarsz inkább, nem tudom, követ szedni? Oké, ez nem az, ahogy itt dolgozni kell. Zeld a Switchre. Szerintem sokkal szebb azért, mint a... Slacking off. Jó. És ezzel tudok csinálni valamit? Tele van így is fával a cucc, szóval szerintem tök mindegy, hogy mit csinál szegény. Ha F-fel megfogod és oda dobod, akkor csak azt a munkát fogja csinálni. Nem vagyok biztos, hogy ezt akarom. Hol van egyáltalán a cica? De Viktor, szétvered a bányát. Hát ott az elején ütöttem egy kicsit, igen, yes, ez megtörtént. Ez valóban megtörtént. Na, ő például ide hozza a fát már szerintem. Aha. Oké, mi a helyzet a macskánkkal? Elmetek dolgozik valahol. Lehet, hogy valami olyan helyen szed nyersanyagot, ami még a bázisunk területén van, de nem le... Szerintetek le tud onnan jönni a macska? Nem. Nem, az a macska onnan valószínűleg nem tud lejönni. Hát macska, jó, hogy a tetőn van. Na. Elmehetsz először is enni. És aztán pedig onnantól követ bányászol, haver arc. Azt hiszem tojásból élünk. Mindannyian. Anyway. Oké, mi a következő? Ja, igen, a crushert meg kell építenünk. Amihez meg ugye kőre van szükségünk. Szerintetek ő most így gyűjt követ? Ha felment, akkor le is tud jönni. Én szerintem ez nem mindig van így a játékokban. Én látok rá esélyt, hogy csak bebagol oda. Oké, szerintem van elég kövünk most már a crusherhöz. Én nekem ez ilyen kő alapú dolognak tűnik, szóval ide rakom, és aztán majd rájövünk, hogy nem. És hogy tökre nem ide kellett volna. Jó, megvárjuk inkább azt a bárányt, meg azt a pingvint, mert sokkal gyorsabban megépítik, mint én. Oké, a bárány nem, de a pingvin ő nagyon gyorsan épít. Lángszóró. Tényleg mikor lesz lángszórónk? Most éppen senki nem akar jönni lecraftolni helyettem.
És aztán pedig magunkhoz veszük a rókát, és megnézzük, hogy működik a ránkszóró. Tedd be a farmosat, a róka helyére. Ja, egyébként az be lehetne addig tenni a róka helyére, de azt is csináljuk, egyszerűen fogunk egy másik rókát, nagyon sok róka van a környéken. Szóval alapvetően nem baj, de tény és való, hogy a róka nem tűnik annyira nagyon, nem tudom, fontosnak. Mert ugye nem feltétlenül eszünk folyamatosan. Ó, beteg lett a rénszarvasunk. Azzal mit tudunk csinálni? Medicine workbench-et tudjuk meggyógyítani. Hát haver, azzal kapcsolatban van egy hírem. Odáig én még nem jutottam el. Azt hiszem. Furniture. Hot spring. Ott tudnak pihenni. Mert van hely neki, szerintem még nincs neki hely. Hanem most tudunk fejleszteni, hogy legyen neki hely. Beteg állatot le kell vágni. Szia, Kati. Adom a lendületedet. Itt most egyelőre kiveszem. És berakok még egy bárányt. A bárányok hasznosabbnak tűnnek, mint a csirkék. De közben lehet, hogy a csirke is tök hasznos egyébként. Oké, mindenki kajált. Kitöltetek meg, és miért? Oké, elmetek, megy most már a kőfejtés. Kerüljön ez is ide, az a biztos. Ja, kerüljön az is oda. A csirke tojást ad. Egyébként a csirke tojást ad, szóval ilyen tekintetben amúgy jó, ha van csirkénk. Ebben abszolút igazad van. De közben szépen van kajánk amúgy. Oké. Okay. De megöltem egy halom állatot. Hol van az a kaja? Jól láttam, hogy állományba került a kapál. Ő legyen a kapál? Oké, okay, ő lehet a kapál. Igen, ő lesz a kapál. Igen, értem. Igen. Party. Igen, mert hogy ugye ő. Akkor... Arra kell őt elneveznem, hogy Ka. És akkor ő lesz itt a kapál. És lerakjuk dolgozni, és akkor ők elmehettek meg a bogyót. Ha jól értem, akkor most már a bogyót azt folyamatosan termeljük. Mert mindegyik lépésre van automatikus megoldásunk. Oké, okay, nézzük. Ez mi az Isten csinál? Ó, hogy a követ átváltja arra. Az nem rossz. Oké, okay, ki is pipálom. Meg ezt is kipipálom. Meg ezt is kipipálom. Szerintem ennek nem tesz jót ennek a szarvasnak, hogy itt mindig keresztbe szaladgál. Ezen a tüzön. Én a mondó vagyok. Oké, okay, és akkor most jön az, hogy ezt itt összegyűjtjük, mert nyilvánvalóan nem érdekmennyiségű van belőle. Megsütjük a tojást, mert imádja, az egész tábor imádja. Palverdel 1.864.000-en, azért ez mennyire durva. Oké, okay, és akkor ha jól értem, akkor most... Szóval ez történik most.
Valaki eating disorder developált a stressz miatt? Az baj. Milyen stressz miatt? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nagyon jön. Ó, nem, mert még recharge-ol, mert hogy a letölte... Ó, boy, ennyi talán szórózásra. Lászitelte. Lászitelte! Szerintetek ő most épp levadásza? Nem, csak egy irányba futnak. Azért az a róka elég agresszívnak tűnik. Meg közben egyébként az érő így üt is. Jó, itt az ide... Oh, hello. Common egg. Azt még nem is tudom, hogy az, amit lehet csinálni. Lassan ennek a streamnek a végéhez érünk, srácok. Nagyon-nagyon szeretném még kipróbálni a lángszórót, ami azt jelenti, hogy kipróbáljuk meg a lángszórót. Azt még megvárjuk, de... De utána szinte biztos vagyok benne, hogy visszatérünk még ezzel a játékhoz. Abban nem vagyok 100%-ig biztos, hogy milyen, értitek, milyen körülmények között. Hogy valakivel multiplayerben, vagy single playerben, nem tudom, hogy az úgy működik-e a multiplayer, hogy akkor automatikusan az úgy néz ki, hogy... Kit támadtál meg? Ó, nem mondod. Szóval, hogy akkor nulláról újra kell kezdeni, vagy meg tudok-e hívni valakit ebbe a világba? Szóval, hogy ez még egyenlőre kérdés. És majd kiderül. És hogyha majd kiderült, akkor megértitek. De én egyébként szívesen visszatérek hozzá egyedül is. Nekem ez így egyedül is tetszett egyébként. Sajnos mindjárt lejár egyébként. Hasfájás már nincs, csak a front zavarban néha. Hát az jó, az király! Oké, ez addig volt, annyira volt elég, hogy feldühítsem a pingvint. Élem ezt a rókát egyébként. Na, menjünk vissza a városba. Ahogy ki lehet rakni mindet. Oké, nincs kint mindegyik. Úgy, csak átcseréltem a másikra. Új achievement, hogy egyre többször tud aludni itthon, nem kell levinni a minuszokba. Főleg este nagy öröm ez. Ez egyébként ez király. Lehet unorthodox kérdés, de mennyire voltam meglepődve a... megelégedve a Skullcandy fejhallgatóddal annó? Nagyon, nagyon szerettem. Nagyon szerettem. Az a verzió már nem kapható, ami nekem volt, szóval én nem tudom, hogy a későbbiek jobbak-e. Vagy nem tudom, de az a True Wireless fülhallgató, ami nekem volt a Skullcandy-s. Ez nem a miénk, ugye? Azt ott elkapjuk. Én ezt kiadták újra? Mert mint hogy adtak ki belőle egy jobb változatot később, de most kiadták ugyanazt a verziót újra? Én ami nagyon elégedett voltam vele, a vezérlése szerintem nagyon király volt. Nagyon sajnálom már, hogy nem használhatok ilyen fülhallgatókat egyébként, vagy nem azt, hogy nem használhatok, csak nem használhatok sokat. A player 1-et kiadták ismét. Nekem player 1-en volt vajon? Na veled mi van, haver? Wow.
Hát ezt innen öröm lesz kiszedni. Mindegy! Akkor mindegy, haver! Én megpróbáltam! How would you rate the Grimms game? So far, no. Jaj! Szerintem kire ez a játék egyébként. Régi videók leírása, a player egy szerepel. Ó, oh, várj, nem arra gondolsz. Ó, oh, nem arra gondolok, amire te gondolsz. Nem arra gondoltam, amire te gondolsz. Nem arra gondolok, amire te gondolsz. Ezt azért, tehát, hogy én a izére gondoltam, bocs, True Wireless Cool Candy-mre. Nem a... Várj, ez melyik is volt? Ez a sárga-fekete volt a kicsi? School Candy Player 1. School Candy Player 1. Ez egy frissített változata egyébként, amit én találok. A player multiplatformot találom, én erről nem tudok sajnos semmit. A színei nem rosszak egyébként. De ha fejhallgatót ajánlhatok, akkor... Engedd meg, hogy ajánljam a SteelSeries fejhallgatóit. Nagyon szeretem őket. Régen nem úgy volt, hogy a Twitch-en streamelsz más platformon, nem lehet a partner vagy? De, így volt régen. Így volt régen. És aztán feloldották. És most már lehet. Úgyhogy most én mind a kettő helyre streamelek gyakorlatilag folyamatosan. Tehát minden adás megy YouTube-ra és Twitch-re is. Na, viszont srácok, el is fáradtam nagyon, meg vége is ennek a napnak, meg megyek is még aludni, oké, nem megyek azonnal aludni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hatalmas királyok vagytok, küldöm valahova a Twitch nézőket, a következőre csütörtökön fogunk találkozni. Csütörtök reggel találkozunk következőre, oda még nincsen megbeszélve semmi, péntek reggelre megbeszéltem új vival az Annót, úgyhogy a péntek reggel most jelenleg a cél az Annóra, ami szerintem elég király, van-e bármi más megbeszélve? Nincs. Vannak tervek a hétre, meglátjuk, mert ezzel a játékkal szívesen játszanék még egyet, vagy még egyszer. De hogy nem vagyok benne biztos, hogy belefér, vagy jövő héten, mindegy, beszélek majd Dízellel, hogy ő neki mik a tervei, mert szívesen megnézném. Kung Fu Panda, nagyon szépen köszönöm a 9 hónapot, nagyon király vagy. Éjj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 
És ja, a továbbiakban is fent lesz YouTube-on, meg Twitch-en, és ez az adás most azonnal fent lesz YouTube-on. És most ugye azzal kísérletezek, hogy most magukat a YouTube streameket hagyom kint YouTube-on, mint content, de nem tetszik. Tehát, hogy tényleg az van, hogy nem tetszik, ahogy kezeli a YouTube a dolgokat. Tehát nem látok róla jó adatokat. Egyébként szerintem elérés tekintetében tök mindegy, hogy feltöltöm-e újra, vagy kint hagyom élőben. Szerintem tök mindegy. Mert hogy hasonlóan szerepelnek a streamek. De a felület, amin látom a dolgokat, meg az adatok, amiket ad, azok nem jók annyira.
Ja, sajnos vége van az adásnak mára. De tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és ne felejtsétek el, hogyha Twitch-en szeretnétek követni az adásokat, akkor érdemes bekövetni a felületet, mert akkor értetek, látjátok, ha online vagyok. Egyébként pedig érdemes feliratkozni a YouTube csatornára mindenkinek, nem csak azoknak, akik élőben akarják követni, ugyanis egy, lehet ott is élőben követni, ha valaki ott akarja, kettő, a vodokat csak ott lehet visszanézni. Szóval, sup, illetve ha valaki szab, akkor Twitch-en is természetesen. Szóval a vodokat csak ott lehet visszanézni, ami egy cool dolog. Ment visszanézni vodokat. Azt hallottam. Na jó, van, jó éjszakát mindenkinek, jó pihenést, köszönöm a figyelmet, találkozunk csütörtökön délelőtt, és aztán csütörtök este. Sziasztok!